Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 15 perccel elkezdjük mi is. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk kedden. Egy olyan hideg napon, ami nem tudom milyen volt utoljára. Hát elképesztő. Elképesztő. 2-1-2 fok. Aha, nálunk meg nulla. Nulla volt? Kijöttem, és így belassult a járás, hogy elkezdett akadozni a gépezet, mint amikor a Terminátor megadja magát az első rész végén. Tudod, nyikorgat a szerkezet, bemenekültem a házba, reggel meg majdnem megfagytam a megállóval. Egyébként minden rendben van. Többenetesen hideg van. Kocsi lefagyva, kint álltam, úgyhogy nem tudom mi van. Hol tegnap havazott. Kékesen. Igen. Hol is hallottam? Pár centis? Hol? Nem is tudom. Kékes pont tető. A hírem. Ja. A Kékestető valami városban is. A Horvátországban. Makarska Split. Hát az azért az csak egy 6-800-al lejjebb is van ráadásul délfelé. És hogy csöpörték a havat az úton. Nagyon súlyos. Mi van itt? El Niño? Armageddon. El Niño, vagy Armageddon, vagy mi ez? Mire fogják ezt ilyenkor? Nem tudom. Hát áprilisban azért Horvátországban már nem havazik nagyon. Sőt januárban sem nagyon. Viszonylag ritkán. Hát ezt most mire fogják akkor? Globális kihűlés, felmelegedés, jégkorszak, olvadás. Egy újabb jégkorszak. Mi történik? Egy mini jégkorszakot kapunk itt a nyakunkban, basszus, április végén. Nagyon durva. Hát azért ez nem természetes, nem? Nem. Ahogy egyébként a 20 fok sem március végén, meg a 26 fok április elején, de az, hogy közben hó van, holnap megint hideg van, ma megint meleg van. Én nem tudom, szerintem, hogy ember erre érzékeny. A napsütés, holnap az... eső, mert napsütés, eső, napsütés, most így. Egyszer úgy. De mindig találnak egyébként valamiféle adatot a meteorológusok, amiben megmondják, hogy volt már régen is. Hát találtam itt valamit 1906-ból, és itt azt írja nekem, hogy már volt ilyen kétszer is. Igen, hát ez már nem szokatlan. Ez nem szokatlan. Persze, hát esett hó májusban is Budapesten valamikor az 1900-as évek elején, de hát azért akkor is kikérem magamnak ezt a nulla fokot, meg egy fokot. Szóval. Igen, mindjárt. Most már azért tényleg nem. Na, viszont nagy napra ébredtünk, gyerekek, mert hogy 8 óra után tiszteletét teszi nálunk a tankcsapda zenekar. Hosszú-hosszú szervezés után, hosszú-hosszú előkészületek után ma a könyörögtek, fiúk eljönnek. Végre tudtak csinálni egy olyan számot is, ami nálunk is kompatibilis. Az Alföldi Gyerek című daluknak a premierje lesz itt nálunk. Premier lesz nálunk, dalbemutató lesz nálunk, DVD, egy csomó mindent hoznak. Egy csomó mindent hoznak, úgyhogy 8 óra után a tankcsapdával beszélgetünk. Így van, letényevés, tojás, patkolás, amit akarsz. Minden lesz, zsákba futunk, és sidivel iszabírkozunk majd, úgyhogy... Az a baj, ez picit egy oldalú lenne. Igen. Na, úgyhogy ők jönnek hozzánk 8 óra után. Nagyon kedveljük őket, sok zenéjüket adjuk, játsszuk, beszéltünk már róluk velük többször is. Így van. De így hárman együtt még polgári engedetlenség formájában azért azt tegyük. Igen, azt hiszem, hogy soha nem voltak. Soha nem voltak még így nálunk. Külön-külön már többször is, de így együtt maga a zenekar szerintem nem volt nálunk még. Nem, telefonon nem. Voltak. Igen, telefonon voltak, de nem emlékszem arra, hogy lettek volna. Fizikai valójúan még nem, úgyhogy ez van. Úgyhogy ma kvázi tankcsapda napot tartunk, ami egy órát jelent, ugye, de hát azért az nekünk már egy nagy tankcsapda nap. Úgyhogy nagyon várjuk őket. Na, Ócsa mínusz 2 fok, írja. Sarokat keresztül mínusz 36, szala beindult, igen. 10 centi hó esett nálunk. Kirunából. Üdv nektek Kirunából, Zozó. Írja valaki a Mont Blanc oldalából. Hát onnan fújta ide a szél, az lehet egyébként. Na, Vasi Anikó, mit szóltok hozzá? Vasi Anikó a tényekben. Én már hosszú ideje találgattam, hogy ki lesz. Azt tudtam, hogy ugye az Azurák nem, meg a Várkonyi nem. Egészen elképesztő dolgokat hallottunk. Tatár Csillától kezdve mindenkit lehozott már a bulvár sajtó, hogy ugye ő is talán, de nem. Nyilván Csilla cáfolt az újságban, és most végre kiderült. És micsoda hallgatás, mert senki nem is gondolta volna, senki nem látta a nőt a TV2 a portáján, házatáján. Azért nem. Egy előzetes megbeszélés, egy casting, egy próbafelvétel csak kéne, hogy ha legyen. Ha lett volna egy tízesért, már biztos elnyomta volna valaki egy bulvárlapnak. Hát ez az, és nem. És Marci Anikó. Marci Anikó, 7 év
után visszatért. 7 év után, gyerekek. Hát minden nap láttuk a képernyőn, ott konferálta a fókuszt. Erre egy régi fókuszos riporter és Marsi Anikó. Hát kíváncsi vagyok rájuk. Hihetetlen, minden napra van egy szenzáció. Egyik nap Peti Kimmel, másik nap Marsi Anikó. Döbbenet, komolyan mondom. Hát tényleg, a TV2-nek tényleg szenvedélye szórakoztatás. Mi lesz a következő reakció? Pokszív Csák Mónikát. Igen. Jó. Vízi András 100-ból egyet játszik majd. És Kóser Adolf. Kóser Adolf. Szerelem első látása, vagy én nem is tudom. Nem is tudom, mi volt. És akkor Gönci rántotta magával a Marsit vajon, mint a régi kollégák. Ők dolgoztak együtt, nem? Ugye? Rányomott. Hát ők fókuszosok voltak. Ugye az alapító tag az a Batíz, a Gönci. Igen, és Hollomárta. Hollomárta, így van. Kolosi Péter, és aztán utána később jött, de nem sokkal később Gönci Gábor is megérkezett. Vagy már ott volt, csak később került képernyőre, azt nem tudom. Mindenesetre hát ez egy érdekes húzás. De ők nem külföldön élnek? Tehát nem úgy van, hogy hát a Marsipari család elhagyta nagy csendben Magyarországot, és évek óta nem látják őket a siófoki nyaralójukban, vagy házukban. Időnként azért feltűnik. Olyan, mint a Yeti. Hogy így időről időre mindig csinál valaki egy ilyen elhomályosodott, ilyen kis éretlen pixeles képet, ahogy egy Palik Lászlónak tűnő alak kóvályog a teraszon. Egy cigivel a kezében. És aztán megjelenek egy ilyen képek, vagy egy kávéval a kezében. Igen. És aztán újra eltűnnek. Tehát aztán újra szellemé válnak. Ugye... Lehozták, hogy hol élnek? Nehogy azt hiszem, Majorkán. Ne, hogy én mondjak, hogy most nem tudod. Nem. Ausztráliában voltak állítólag, mert a gyerek beteg. Eddig éltek Majorkán, most ebben a pillanatban kezdtek el csomagolni. Ja, igen. Most meghallották. És akkor hogy van, hogy a gyerekek Majorkán járnak iskolába, akkor amikor a gyerekek maradnak, és Anikó ingázik, minden nap 11 órakor föl egy EasyJetre, elmegy Majorkára, ott van estig, és hajnal 3-kor egy EasyJet-re visszarepül, hogy Majorka Budapest. A második Fülöp általános iskolába járnak. Tehát ez hogy van? Vagy állítólag ők maradnak kint, és akkor lehet, hogy hát most egy külön gépet csak tudtak neki adni, nem a TV2-nél, hát ott valakinek hát, van. Ha milyen nagy erővel próbálnak mindenkit leigazolni, én el tudom képzelni, hogy Andy külön gépjével jön, amikor ingázik majd csak, hogy ott legyen minden este. Úgyis időnként be kell indítani szerintem Andy gépét, lehet, hogy akkor erre használják. Hát Andy repüleleget szerintem, az nem nagyon rozsdásodik az a gép, nem sokat áll a kifutón. Na hát mindegy, kíváncsi vagyok. Érdekes húzás. Annál is inkább egyébként, mert hogy ugye azért Marsi Anikó persze nagyon sokat tévézett, de hát egy ilyen magazin jellegű műsorban, nem fókuszban, nem pedig híradóban, és egyikük sem. Tehát mind a kettőjüknek egy picit azért új lesz, tehát lehet ezt mondani, hogy már 20 éven, 5 éve tévézik a Gönci is, meg csinál mindenféle műsorokat, de nem hírműsorokat. Tehát hogy azért ez viszonylag új szerepkör lesz számukra. Hát bulvár hírműsort csinál. Sugógép, szerintem maga a szerepkör egyébként nem más, csak maga a hitelesség más, hogy te milyen vagy a képernyőn, mint híradós. Tehát a Gönci sugógépről olvas, itt is sugógépről kell. Persze robotkamera, meg nem tudom, miket mondtak ott neki, hogy olyan hajtást tud, de ősz elolvasod. A lényeg a személyiséged, hogy az, hogy te 20 évig egy bulvárműsort vezettél rá, azt utána én elhiszem neked, hogy elmondod, hogy kigyulladt, meghalt, Obama ide érkezett, nem tudom. És hogy ezt másképp kell mondani, ezt biztos mondják a Gábornak. Az MNB-nél, vagy sokan felmondtak a VS.hu-nál. És tehát, maga szerintem a műfaj egyébként baromira hasonlít, de közben mégis baromira más, azért, hogy te, mint a bulvár képviselőjére mennyire tudsz hiteles lenni a személyeddel, a kisugárzásoddal, a megjelenéseddel, a híradó műfajban. A kettő nagyon ugyanaz. Technikailag megoldani egyébként baromi hasonló, beülsz, elolvasod. Na de azért ott az egy délutáni hírszerkesztést igényel, egyfajta sorrendfelépítést, tehát egy olyan csomó mindent, ami azért nem ugyanaz a bulvár műfajja. Tehát az Azurákék se csak felolvasták, hát ott voltak egész nap, szerkesztették a híreket, megírták a híreket, összerakták, feldolgozták, megértették, tehát hogy... Bár egyébként megkockáztatom, hogy a napló hangvétel azért még közelebb állt, meg a témaválasztásaik mondjuk egy klasszikus hírműsorhoz, mint mondjuk a Fókuszé. Tehát mondjuk az a Fókusz egy klasszikus bulvárműsor volt, persze. Akkor a váltás nem volt. Igen, a Fókusz egy klasszik német jellegű... Sokszínes. Így van. Sok bulvár, sok bulvárműsor. Azért a híradó az nagyon más, műfajilag legalábbis. Igen, ott a fókuszban lehetett szépen mosolyogni, ugye a Göncinek azért itt most ugyanezt nem tud előadni. Hát de nem? Hát helyen közel. Hát azt mondod, hogy aranyos kis borjuk születtek, az a hír az oké, de tényleg, amit most a Bali sorolt itt az elmúlt napokból, csak azt azért az MNBVS, tehát azt azért nem lehet ugyanúgy előadni. Én ugyanakkor azért bírnám, azt meg tetszene, meg így komolyan mondom, hogy örülnénk neki, hogyha egy picit azt az erős szellőféle kis kedélyességet átvinnék a TV2-re is, mert a TV2-re mindenki ilyen karót nyelt, mindenki nagyon szóval.
Nagyon szigorúak vagyunk, csak a munkákról koncentrálunk. Ne ugye véletlenül legyen mosolyjunk, mert levonják. Szóval ez a legfontosabb tehát, neked egy híradó, hogy a végén nevessenek? Igen, nekem az nagyon emberi. De a vége az mindig jó. Tehát, hogy én mindig akkor rohanok be a szobába. Az jaj, az Jemiko, mi ez itt lehet? Hát, én sem felütettem az orrocskát. Hát igen, kérdés. Hogy még kicsit spontán beszélgessenek a végén. Hát ők nagyon jók, ebben nagyon jók. Hát olyan stand-upokat nyomnak egyébként a műsor végén, hogy hihetetlen, néha megdöbbentő. Igen, igen. Ők már annyira próbálnak ebből kilépni, hogy már valami történjen. Szerintem, hogy már kicsit magukat szórakoztatják. Igen, sokszor. Igen, de igen. Szerintem jól is teszik. Na mindegy, hát meglátjuk őket, kíváncsiak. Mikor kezdenek? Májusban valamikor, azt olvasom? Valamikor, igen. Mm-hmm. Ugye úgy volt, hogy Gönci már kezd, de még ismerkedik igen. A robotkamerákat. Igen, a robotkamerákat. Most balra, Gábor. Most jobbra. Aha. Most látod, balra. Amelyre megy a kamera. Na, úgy mozgatja, hogy a fejemet mozgatom. Na hát kíváncsi van. Kíváncsi vagyok. Jaj, van egy kis ajándékotok. Na! Füzéri várgondnokság, szeretettel. Istenem, hát de egy... Lejárt. Mi ez? Füzéri süti? Hallod? Szilvalekváros mézes kalács. Picit gondolkodta rajta, hogy behozza. Szilva lekváros. Mert ugye mi már elfogyasztottuk. Spenótos. Az enyém spenótos. Én megkóstolom a helyetekben. Jó? Hát picit fájt a szívem, amikor behoztam reggel. Csuda íz. Megettük a sajátunkat. Ilyen figyelmesek ezek a füzérje gondolkodnak, hogy meglepnek benneteket. De te voltál füzéren? Nem, még nem. Hát én már sokszor voltam, csak amióta mondjuk az alsóvárat átadták, meg új formájában a várat, azóta nem. Azóta még nem de voltam. Mi mondtuk olyat, hogy mi menni? Ti nem, én igen. Aha, de tudjátok, hogy én mondok valamit, akkor ti is kaptok. Csak mondtam nekik, hogy vagy jeleztem, hogy ehető is legyen bennem a prospektusokat. Azért nem annyira szeretitek. Igen, az nem tudtam. Korán reggel egy kávé mellé egy prospektus. Aha. Nem annyira üdítő, ezért inkább küldtek egy kis szilvalekváros mézes kalácsot. Fés zseniális. Nagyon helyes. Tényleg jó. Azért a lejáratát megnézem. Ne, bízhat benne. Jó, 2014. Azt én ettem meg, nagyon figyelmes volt. Igen, a 2014-es év végét azt tetted meg. Nem, a 2012-es kaptam én. Ilyen jó arcok. Ne, 2016 év vége. Nagyon fincsi. Jó, jó, jónak tűnik egyébként, megszaglászul. Na, egészen. Jó, jóféle kis cipócskának tűnik. Na, köszönjük szépen nekik, mondd meg, hogy csokkoltatjuk őket. Mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. A Mesztelen Valóság Sokról beszélgettünk, tartottunk jó, egy tényleg. Ilyen tévéműsor blokkot. Elindult, megnézted? Meg. Belenéztem. Én, igen. Azért picit zavarba adott. Nuni kukik? Hát, igen. Hát, a Jóisten, bőrök blőr nélkül. Nem. Azt szerintem az itiner egyébként, ezt kiadták nekik, hogy azért takargassák magukat, mert azt vettem észre, hogy nem mint, hogyha nyilván nem ez volt, ami miatt odaültem a tévé elé, de azért persze megnéztem, hogy gyerek alszik-e, már még betakartam, stb. És úgy mentem le, hogy nehogy véletlenül erre jöjjön ki a szobájából, elmegy WC-re, ránéz a képernyőre, és azt látja, hogy ott ül Lajos értett, szétett lábakkal. És húzzadó erében. Így van, ebből a részből egyébként volt vizelítő, hát egy picit meglepődtem. Igen, szétett lábbal ült egy kali. Több kukit mutathat, mint Nuni. Igen, pedig három Nuni volt egy kuki. De mondom, takargatják magukat. A lányok szégyelősek. Nekem már nagyon máshol van az inger küszöböm. Igen. Ú, nagyon. Azért egy mesztelen test, 14 éves koromban még lázba jöttem, de azért most már azért így lassan 40 évesen. Igen, mondjuk a tévéműsorban ezért nézett, hogy ott kukiban, uniban randíznak. Nem ez a lényeg. Persze, nyilván. Csak hogy meglepő azért. Tehát amikor oda kapcsolsz, azt gondolnád, hogy persze nekünk már semmi olyat nem tudnak mutatni. Ehhez képest meg oda kapcsoltam egy másik csatornáról, eszembe jutott, mondom, basszus, hát tényleg elindult a műsor, mondom. De, biztos, de jó csajok vannak bennem? Hát kinek mi a jó? Igen. Ezért kérdezem, tehát hogy... Műcickók felfújva. Persze, fölfújva, így van. Műcickók. Hát igen, bepillantás a szilikonvélibe, tehát háromból egy, igen, és az egy az jó. Na, gyorsan megmutatjuk, mert erről beszélgettünk tegnap, hogy mi várható majd, aztán ezt azóta már ugye meg is néztétek. Közben mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor jelentkezzen. Hogy állunk? Kifejezetten jó. 1-0-ra vezetnek a hallgatók. 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Ha ez jó, akkor kifejezetten. Ja, tegnap ez... Igen. Na, jó van, akkor hallgatjuk őket. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47, múlt pontosan 3 perccel, szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Azt mondja, hogy Hegyeshalomnál határkontroll van, mindenki vigyázzon. Frutko hozta haza Anikót. Ilyen nekünk. Hát ő már nem oda vinni. Valaki. Érted. Már hát igen, ő már nem oda viszi. Igen. M5-es felé kamion az áramban, 2 autó a leállóban áldogál, a Szentkirályi festők küldték nekünk, köszönjük szépen. És hát van, aki le akar térdeltetni bennünket, annyira elpopsiz majd verbálisan. Uh-huh. Jó, hát nézzük is meg, hogy az ki a négy kézláb. Négy kézláb? Aha, térdelben nem lehet popsizni. Igen. Ezt tudom. Igen. Sokat próbáltad régen. Négy kézláb kell lenni. A rutin és az évek.
Na, megnézzük ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, fiúk! Sziasztok! Edit vagyok Miskolcról. Szia, Edit! Hello, Edit! Hello! Sziasztok! Miskolcról. Mit csinálsz, Edit? Mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz mivel most éppen? Mivel foglalkozom, Balázskám? Hát, nyugdíjas vagyok, de képzeld el, hogy most nagyon jó dolgom van. Na. 8 kis élőlénnyel gyarapodott a családom. De jó! Tényleg. Macska! Nem! Malac! Nem! Patka! Tengeri piton! Nem! Cinke! Cinkepár költözött a postaládámba. Ja, az jó. És akkor leragasztottad a bedobónyílást, nehogy egy ajánlott, egy tértivevényes a fejükre essen? A postás figyelmeztet veled. Tudod? Meg lett neki mondva. Neki mondtam, és én minden nap ellenőrzöm legalább 10-20-szor kívülről, belülről a postaládámat, hogy senki ne érjen hozzá. Atyis, ez jó. Egy csokorba, képzeld el, húsvét első napján volt az első tojás, 8 tojás volt, és 20 napra keltek ki, és 8-an egy kis csokorba. Tündérek. De jó. Aranyos kis pacsirták. Ja. Ezek szerint nem kap sűrű levelet, mert azért nyugi kell, nem a cinkének. Figyelj, Balázskám, hogy őszinte legyek, csak a csekkeket kapom. Vagyunk ezzel így páram. És azokat már mindig senki. Tudom, hogy mikor jönnek. Ja, és akkor kiveszed a cinkéket, addig kitelepíted? Nem. A postás csönget. Ja, kétszer. Csönget a postás. Okay. És akkor én kimegyek. Jól van. Oké, na jó van, hát akkor megtudunk még erről többet majd a játékban. Jó, Edith, mit szólsz hozzá, ha akarsz még erről beszélni? Hát figyelj, hát ezt én azt hiszem, hogy mindent elmondtam, de én veled szeretnék, Balázskám, játszani, és tőled szeretnék kérdezni. Én játszottam tegnap, csak mondom, nem játszottam. Baj, hát nem. Figyelj, de már olyan régóta szeretnék veletek játszani, és... Jó, hát akit választasz, ez rajtad múlik, Edith, figyelj, jó, akit hát szeretnél. Így van, játssz a Balázsra. Jó. Piszkált bottal. Mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, fire! Hát Balázskám, szeretném tőled megkérdezni, hogy fogadásból még egyszer elrondítanád-e így a fejed? Mi ronda voltam, úgy gondolod? Hát, hogy őszinte legyek, nekem nagyon, nagyon fura vagy. Fura? De fura. Már megnőtt egyébként. Hát figyelj... Már elmúlt a rövidség, most már hosszú. Figyelj, hát láttam, de hol? Tudod, de tudod, amikor a rádióban is hallom a hangod, mindig az az első fura fejed volt előttem. A kopasz fejre gondolsz? Azt látod magad? A kopasz fejemre gondolsz? Azt látod magad előtt? A kopasz fejedet, persze. Hát adj egy e-mail címet, küldök majd egy ilyen normálisat most, ami van. És hát, akkor már azt fogod látni. Hm? Hát láttalak a szombat estébe. Hát ott kopasz vagyok. Hát még ott kopasz vagy. Persze. De most a tévéműsor, várjál, volt az Alida. Alida. Abban láttalak. Tegnap? Tegnap volt. Tegnap volt, és ma még folytatódik. Tegnap, és ma még folytatódik. Alida. Ez ugyanaz vagy. Persze. Igen, a Hír TV és Alinda egyébként. Alinda. Kétrészes a műsor tegnap is volt, meg még ma is folytatódik. Ma is? Bizony. Igen, mert még válaszol ugyanarra a kérdésre. Akkor majd nézlek. Jó. Jó. Jó van, viszont van egy ajándékcsomó, hogy megnyerted, nem mondtad ki. Jó. Ügyes voltál. Jó, köszönöm szépen. Megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy kihúzzuk eddig, de ügyes voltál. Jó, jól csináltad, komolyan, jó. Tényleg. Szent meggyőződésem volt, hogy valahol a 12. másodperc, hogy akkor igen fogsz bedurrantani, mint a hát, de egészen, tényleg egészen ügyesen kikerülgetted itt a kérdéseket. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm nektek. Mi köszönjük. És puszítlak benneteket, és majd, ha egyszer úgy adódik, beszámol a Cinke családról. De jó, mindenképpen. Alig várjuk. Mindenképpen. Jó. Puszi. Én is puszillak titeket. Szia, Edith. Sziasztok. További szép napot. Hallgatok titeket. Okay. Köszönjük. Hello. Olyan, mint a pákósra se teszi le. Mit? Mint ja, a pákósra se teszi. Van olyan, hogy a postásnak írtanak sürgős dolgokat. A csokonai utca. Igen.
6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Jó reggelt mindenkinek, 7 óra után 9 perccel folytatódik a Morning Show. Gyerekek, egy nagyon helyes, aranyos, ma mer elver bennünket. Engem legalábbis. Könnyű. Írja valaki a Cinke családra, hogy milyen, hogy nem lódarás család költözött az egyébként a postaládába, és egyébként ezt adom. Szóval, hogy egy beköltöző, nyolcadféló Cinke családnál már csak egy lódarás család lett volna. A rosszabb beköltözik Edithhez, ugye? Edith volt, igen. Edithhez egy lódarás család. Hát ennyi gyerekek, megkopott a fényem, ezt kell, hogy mondjam. Szóval, hogy Edith jött, és egy kicsit alábecsültük, és azt gondoltuk, hogy jaj, de aranyos, de hát itt biztos, hogy kimondja, mert a cinkével van elfoglalva. Olyat odapirított, és úgy elpopsizott, hogy öröm volt. Figyelj, öröm volt nézni. Kicsinált. Edith kicsinált. Figyelj, menjétek az olban, hogy a fecskék az eresz alatt értek, cinkék a postaládban, és már véged. Edith nem tudsz egy ilyen sztorival, nem tudsz. Figyelj, az a durva, hogy szerintem egyébként azon gondolkozom, hogy lehet, hogy altatod, tudod, ez a Balázskám, kopasz vagy, cinkék költöztek, tudod, és közben ilyen brutál tudat. Hihetetlen kemény nő. Megigazította magán a miniszoknyát. Igen, kicsit rúzskent a szájára. Na most kapsz. Selfie. Igen, és elindul dolgozni. Tehát egyszer azt hittem, hogy önjáró módon hagynom kell, és majd ő úgyis beleszalad. És nem vettem fel a fordulatszámot. Picsit és bekérdeztél, ugye pánt. Azt is kipróbáltad, de azt sem ment. Mint amikor Dumbot kirabolták, ugye, amikor bement, hogy vegye csak a legszükségesebbet, és ott hagyta a pénztárcáját arra az idős nénire. Igen. És mire kiment az idős néni, már nem volt sehol. Ennyi. És a haverja meg kiröhögi, hogy kirabolták. Nem is azt akartam, azt hittem, hogy úgy simáhozom. Igen. Simáhozom. Hagyom, hogy belestétáljon a saját csapdájába. De nem. Már a sztereotípiákban sem hihet az ember. Becsapdázott engem, úgyhogy hát ez mindenképpen. Mindenképpen szép győzelem. És érik az 5-0, mert hogy én viszont 2-0 a hallgatóknak. Ajajajajaj. Jó, ha most 3-at hozunk, azért még megnyerjük. Jó, hát még kell egy kicsit pörögni. Csak menjél vérmes kis nyugdíjast holnapra. Igen. Na, és ami jó hír, hogy ma 8 óra után érkezik a tankcsapda hozzánk. Jönnek a fiúk, jönnek a férgek. Ugye volt egy ilyen hangolás? Igen, ezt szerettem, az még a kezdeti tankcsapda. Igen. 93-as, 4-es, 5-ös évek, igen, az volt. Akkor indultak ők tulajdonképpen, vagy már talán lehet, hogy korábban is, csak akkor kezdtük bőven korábban. Bőven korábban, ugye azt mondja, hogy baj van, a punk and roll, legjobb mérgek, és jönnek fejből, tudod? Így vágod ezt fejből? Kötelező, mert most mutatott volt egy fényképet a Jani 20 évvel ezelőttről, ugye, mert 2000, vagy 97-es a fénykép, ahol a Lukáccsal ül együtt, azt majd megmutatjuk a fiúknak, hát óriási. Igen. Figyeljétek, hogy 94-ben igazából már a legjobb mérgekkel berobbantak, de az igazi nagy durranás az a Jönnek a férgek volt. Emlékszem az első dedikálásukra, vagy nem első, nyilván fene se tudja, hogy hanyadik dedikálásuk volt, de akkor még a Headbanger Containerben voltak egy dedikáláson, az a Kökinél volt letámasztva. És már akkor itt sorok álltak, és mindenki marhára kíváncsi volt rájuk. Hát aztán ugye jött az Embertervez album, ami szerintem, hogy lehet, hogy ők ezt így nem vállalják föl, vagy nem így gondolják, de szerintem a Tankcsapdának a fekete albuma ugyanaz, mint a Metallicánál a fekete album. Akkor jött ez a minden elsöprő siker. Jó, most nem menjünk végig a teljes diszkográfián, de... És akkor utána jött a... következő. Connector 567 a kedvenc számommal a bárányjal, és ő... És 3-4-8-kor, és akkor utána jött, három dal volt az albumon, kiadta egy LP-t. Igen, menj, megkoronázták egy cigetkoncept. Most egy picit az a sidis témát, én egy kicsit olyan zakvajdosnak éreztem, de úgyhogy függetlenül azt mondom, hogy a nagy közönség vevő lehetett rá. Maguk is aludnának. Mondtál valamit? Na, a lényeg, hogy 8 után érkeznek. Így. A 8 után érkeznek majd és hozzánk. Új dal bemutató. Így van. Új dal bemutató, egy csomó mindent hoznak magukkal, úgyhogy... Hát reméljük. Remélem. Reméljük, hogy a szponzoraik ellátták őket megfelelő mennyiségű ajándékkal, amit merchandising-gal, amit megtartottuk magunknak, és elkérhetjük. Igen, a hallgatóinknak. De mit szóltak hozzá, hogy ennyi új információ van Ronald Sunderlandről? Ronald Sunderland? Te rohadt szemét vérszívó állat. Saját hetemünket köpött szemem. Azért, mert megbotlik a nyelvete, azonnal rámész. Én tökre örülök neki, hogy Álltok, ott volt Ronald Sutherland, meg Old Shatterhand. Így tehát, van, hogy... és Oscar Timberland.
Te vérszívó, tehát itt nem lehet hibázni, de mindenki rárepül mindenkire. Már itt is van, János, csukd be a szemed. Igen, becsukom. Azt odaadom. Ó, ez kellemes. Igen, és innen olvast föl egy levegővel 5 másodperc alatt. De nem ő a hírolvasó. Nem baj. Jó. George Miller, Donald Sutherland, Kirsten Dunst, vagy Matt Mikkelsen. De az nem Donald Sutherland, az rosszul van megírva. Tehát az eleve rosszul van megírva. Nézd, tehát az Donald Sutherland. 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 A családnak egy vadhajtása. Meg másrészt pedig az utána következő Kirsten Dunst-tal együtt egyébként is bonyolult. Ákos, én abszolút veled vagyok. Szerintem te is ember vagy. Nem, az van egyébként, hogy hibázhatsz, de ez a vérszívó szúnyog itt nem engedés. Mindenki azonnal rárepül. Hosszú időn keresztül, nem tudom, tudjátok, de hosszú időn keresztül Kiefer nem vállalt a féltestvérét Donald Sutherlandre. A híres Donald Sutherland. Na, azt mondja, hogy olvassatok el, mint a Facebookon 20 000 lájkot kapott valamilyen bejegyzés, elolvassuk majd. Gyuli, nézd már meg, hogy ez milyen bejegyzés, léci. Azt mondja, hogy mi van ma reggel a városban, Lourdes felé tartok, 40 perce a nagykörösítő. Zsuzsi, tüntetnek a taxisok, nem tudom, hogy hol, de nagy káoszra lehet majd számítani. Títsák be, ugye? De mit? Ja. Mindent. Ja. Tiltsanak be mindent. Ugye ők elmondták, hogy nem az Uber ellen, hanem persze. Ki hanem ellenem? Igen. Azért, mert túl fekete az autó. Hanem, hogy mindenkivel tartosságban jogszabályokat. Tehát ez már egy szebb kommunikáció, mint a múltkor, amikor tiltsák be, üzenjük a tiltsák be. Ugye, de próbálnak ők most sztrájkolni, úgyhogy... Hősök teréről indul 8-kor, vonulnak, úgy, nagyon nagy. Vonulnak, így van. A házat mennyire befolyásolja, egyébként, de 8-tal indulnak ki. Igen, a Pesti oldalon a Rákóczi lábánál van egy baleset. 5-ös kocs, és emiatt van hatalmas dugó. Tehát akik jöttök a Hungárián, és nagyon-nagyon arra szóltok, és nem értitek, hogy miért, mert ilyenkor még jól halad a forgalom, ez az oka, lány menj a síd, Pesti ítfő, hatalmas baleset, és dugul visszafelé a körút. Őzike van Szeged felé az M5-ösön, az M0-ás találkozásnál a kerítésen belül óvatosan menjen mindenki. Vivi küldte nekünk, köszönjük szépen. Sor vége az Üllőin, a soroksári felhajtónál történt baleset után, ugye ez a lány menj a síd, amit mondtam, és azt nézem, hogy baleset az M3-ason, a Nagy Lajos Király útjánál állnak a trollik is. Robcsi 69 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, M35-ös autóvája Debrecen után a Kagylós-Bencik után egy rendőrautóból mérnek, és Pest felé az 59-es Szelvénynél az M5-ösön kamion az árokban. Jó, úgy látszik, fronthatás van, nem? Aha. Hogy ennyi baleset van, amikor tök nyugi van. Mert előre megijedtek a taxis sztrájkról, inkább összetöröd magad az M3-ason, csak nekem bejönni a városba. Hát ez a megelőző. Mennyi mindenki sztrájkol már, nem? Hát. Most valahogy újra visszajött a sztrájk. Volt idő, amikor nem volt, és most megint ilyen, mindenki ilyen sztrájk hullám van. És nem? Jó, szeretjük, hogy... Hát, nincs más eszközük szerintem. Engem ez nem zavar egyébként, tehát ez hát az ember még... szerintem tolerálja, mert muszáj. Tehát ha nekik valami nem jó, lehetünk mi is abban a helyzetben, hogy valami ne legyen jó. Tehát... Akkor lenne nagy baj, ez nem lehet jogérvényesítés. Ha nem lehetne, az egy nagyobb baj lenne, igen. Igen. Ez itt nagyobb baj lenne. Most jött egy új hír, ahogy látom, Sylvester Copelandről. De már. Te akkora rohadék vagy, de tényleg, hogy nem lehet megbotlani, nem lehet hibázni, mert azonnal... Mert engem is darabokra szedtek. Az is igaz. Na jó, mondja. Jó, igaz. Igen. Az is igaz. Na... Balázs, a vérnyugdíjasokat ne becsüld le. Nem becsültem le. Nem becsültem le, csak azt gondoltam, hogy ki fogjam mondani. Na, egy nagyon helyes nagymamáról szeretnénk beszélni, aki témaindítónak nekünk kiváló. Brutálisan begurult, amikor férjét pornónézésen kaptam, de mondjuk most a gyermekeket az iskolába szállító szülőknek, hogy itt nem effektíve felnőtt tartalmakról akarunk beszélni. Viszont maga a hír az aranyos, mert hogy 10 hónap felfüggesztetet kapott, amikor klopfoló a kisián agyonverte a párját, ugye, vagyis hát legalábbis üldözte. Ugyanis 50 éve házasok ők. 50 éve házasok, és rajta kapta a párját, ahogy ő egyébként felnőtt tartalmakat néz a tévében, és ennek a bizonyítékait próbálta eltüntetni. Nem tudom, ennek milyen bizonyítékai vannak, hát de lehet, hogy talált valamit. 78 éves férfi ekkor előkapta a nő a húsklopfolót, és elkezdte püfölni. A bíróságon többen tanúskodtak, hogy látták az idős férfit, ahogy utcára rohan, és segítségért kiabál, miszerint a felesége megőrült.
És... hát azért egy húsklopfolóval ütnek, mondjuk azért. Te is menekülsz. Na de várj, nézzük meg, hogy mi volt az indíték. Az indíték az volt, hogy rajta kapta, megpróbált megszabadulni a bizonyítéktól, elpattant benne valami, meg akart ölni, nyilatkozta az asszonyt. Ja, és azt mondta, hogy 10 évet lopott el az életéből, ugyanis 10 éve hozzám se nyúl. És ja, aztán... igény lenne rá, de aranyos. Aha. Aztán rajta kapom, hogy ugye felnőtt tartalmat néz, van pofája, kérdezte néni a bíróságon, hogy kapok vissza 10 évet az életemből. Hm. Tehát Mammerben egyébként még van tűz. Ah, igen. Nagyon, és nem találta ugye a porolót, és ezért inkább egy húsklopfolót esett el a konyhakedencből. Csak mondom, hogy egy majdnem 80 éves néniről van szó. 3 gyerek nagymamája, és megbánta már, amit tett. Egyszerűen csak kiborult a pillanat hevében, amikor is ő rájött, hogy a férjét mindenféle malasz dolgot csinál. Hát a legszebb éveid, érted, 68-tól 78-ig, ezt elrabolták. Hát szegény, nem? Hogy ott van, ő még tetrekész lenne, és azt gondolta, hogy az utolsó 10 év az már azért nincsen szexuálisan az ő életükben, mert a nagyapónak már biztos hát nem ennyi. Ugye? És azért ő tapintatos volt. És ő tapintatos, nyilván ő nem közeledik, meg a neveltetése jön, és egyszer csak bemész. Két pirulát nem adják receptre. És egyszer csak látod, hogy egyébként apu pedig hát a harcra készen nézi a felnőtt tartalmat. Hát persze, hogy begurulsz, hogy 10 éve nem volt semmi, azért mert azt gondoltad, hogy apunak már nem megy a dolog, ugye a nagypapának, hazamész, és ott ül a videó. Igen, azt talált egy jogreni oldal. Nem, feltétlen gondolom. Hát most itt vagyok én is. Igen. De ez ilyenkor tiltva van? Tehát, hogy azért kellett neki ezt titokban néznie, mert ma már nem engedte valószínű? Nem? Tehát őt... Nem. Tehát, nem? Hogy figyeljetek, legyünk jó indulatúak, és majd gondoljuk azt, hogy ezt azért csinálta a papa, hogy újra begyulladjon a kályha. Érted? Tehát, hogy úgy egyszerűen újra szeretett volna felszítani a parasat, azért nézte ezeket. Én egyébként ezzel magyaráztam volna ki. Hogy mama, évek óta nem megy, évek óta nem volt kedvem hozzá, valahogy ez a dolog elmúlt, és elkezdtem ezeket az oldalakat nézegetni, látogatni, de tényleg csak azért, hogy újra beinduljak. És hogy este újra bedurranja a kazán anyát. Na jó, de a mama 80 éves. Tehát a pasi fiatalabb, vagy a bácsika fiatalabb. Igen. Hát 78 igen. Két évvel. Hát ez semmi. Ebbe a korba az már erőtten az a két egyszerűen vizuális típus vagyok, szóval, hogy az én agyamnak is megvannak a határai. Na de várjál, mindig elfelejtjük, hogy ők együtt idősödnek, érnek, öregednek. Tehát, hogy ők, hát, hogy ők hozzászoknak a dologhoz. Tehát, hogyha mit tudom én, 10 év kiesne, vagy 20 év kiesne, és akkor értelem meglátnád a nőt, akit szerettél 20 éve érettebben, hogy így fogalmazzak, akkor te is megdöbbennél, de úgy, hogyha együtt öregszetek meg, akkor ott semmi nincsen, semmi extra. Mert hogy megszoktad, érted? Na de évre évre egyre mélyebbre kell nyúlnak. Akkor megvan, hogy 10 éve nem látták egymást, ugye mesztelenül, és a mama most meglátta a papát. A vébe visszakapcsolta az elmű. A nem volt villany. Végre megcsináltatták a rendőrt. Este 6 órakor 20 év elfújták a gyertyát, és most végre lett villany, igen. Azért ez érdekes, nem? Ennyi évet lehúzni így egymás mellett. Nem? És még mindig vannak titkaid. Még mindig csinálsz valami olyat, amit mama nem tud. De vannak olyan érdekességek a világban, amit az ember így nem nagyon akar megtudni, nem? Na mire gondolsz, hogy milyen érdekességek? Hát például lesz ez az ennyi év. Nekem ez valahol nagyon tetszik, ez a fajta együtt megöregedés. Tehát, hogy ebben már csak azt gondolná az ember, hogy egy idő után már úgy bármit lehet. Tehát, hogyha lehúztatok 50 évet, akkor már azt csinálja, amit akar. Már mindegy. Már igen, de hogy ha legalábbis nem megy el, nincs máshol, hát akkor már otthon van, akkor már papa és meg mama is egy kicsi szabadságot kapjon. De egy mamában még ilyen tűz van. Szóval gondold el, mi házasság lehet az, és az 50 év alatt ők mit válthattak ki egymásból, ha 80 évesen te még felveszel egy húsklopfolót, hogy leüsd a férjed a fejét. Szóval ott még van tűz, nem? Kikéred magad. Tehát, mert a 80 évesen rányit, na jó van, papuska, a gyerek kiebédelni, ha végeztél, ugye? Nagyjából ezt gondolod. Visszacsukva, csendben visszacsukva, jó van, na nézd, meg még milyen kis fickós az öreg. Persze, régen lettél olyan fickós, az elmész, ezt megcsinad a rakott klopi. Azért fölkapni egy húsklopfolót, és majdnem agyonverni a férjedet, ott még azért van tűz. De megbánta. Megbánta, hogy nem egy csontozó késsel. És a szegény papát képzeld el, ott nézi a komoly tartalmakat, mindjárt jó lesz, egyszer csak azon jön üvöltve a volt. Mit nézel? Jézusom, mi az? Igen, az nagy kérdés, hogy a papa véletlen nézte, beleakadt valami, és azt mondja, hogy Véletlen. Elfújta a szél óta.
az iskoláján. De megváltozott, hát most már azért megnézem. Hát így nézel ki. A betyárját. Valójában. A betyárját. Ezt nem mondták a kis unokáim. Majd egyszer csak rádront a feleséged egy húsklopfolóval, érted? De szemét állat, és már üt is. És annyira meglepődsz, ugye, hogy valószínűleg az első pártalálat betalál. Igen. Tehát ülsz a kanapéban, átadva magadat a testőrömöknek, amiről lemondtál 20 éve, majd megérkezik mama egy klopfolóval. Azért azt nem akarod magadnak. Igen. Hirtelen. Nagyon kiszolgáltatott helyzetben. Pánik. Jön a mama, mert rohan egy klopfolóval, érted? Pánikszerűen fejvesztve keresgeted a kurzoron a kis X-et a jobb felső sarokban, hogy csukok az oldalakat, de még mindig van 20 nyitva. Tudod, és így már szerint, jaj, nem, véletlen volt, nem, úristen, mi ez az oldal, semmi keresni valamit, ne csináld! És térdig letongatjával menekülni, azt meg nem nagyon tudsz. Igen, az unokák egyébként, az unokák nyilatkoztak és elmondták, hogy ők nagyon szeretik egymást, és hogy nagyon helyesek egyébként, és nagyon sok időt töltöttek együtt. A baleset is ebeszett. Csak mama ott sírt a műtőajtóban. Természetesen az erőszakot, a húsklopfolós erőszakot, mindent, a bácsi bántását, kikergetését az utcára, nyílt utcára, letolt nadrágban, maximálisan. Így van. Így van, természetesen. Vannak ilyen helyek a világban. És komolyan mondom, hogy egyszerűen az eszem megáll. Borzasztó. Sőt, menjünk tovább. Elítélünk mindent. Én azokat is elítélem, akik elítélnek. Én azokat is. Te azt mondtad, hogy elítélünk mindent, én azt is elítélem, akire te most nem gondoltál. Tényleg? Ami kimaradt a mindenből. Aha. Érted, az elítélőket. A mindenen túl is elítélek mindent, az elítélőket is elítélem, és akik elítélik ezt a megszólalást, és elítélnek minket, se ítélem akkor előtt. Bedobom a kártyáimat, ezt a partit, ezt úgy elvesztettem. Kikit miért ítél el? Írjátok meg nekünk, ti kit ítéltek el, és miért? Én mindent legyünk elítélek, benne, amit az NMHH is elítél. És előre bocsátot is kérsz? Így van. Igen, egy érdekes dolgot vett fel ez az egész kis párkapcsolati herce-hurca. Na. Hogy kinek mi a határ a párkapcsolatában? Ez egy érdekes téma lehet egyébként, ha egy pillanatra komolyra váltunk. Hogy hol van a határ, ami neked még belefér, vagy a párodnak még belefér, vagy már titokban kell csinálnod. Értitek, hogy mire gondolok? Uh-huh. Tehát még együtt élsz egy nővel 20 éve. Mondjuk nem csaljátok meg egymást, és viszonylag jól működik a kapcsolat. Belefér-e az, hogy felnőtt tartalmat nézel? Vagy titokban kell nézned? Belefér-e az, hogy fölmész egy társkereső oldalra, és megnézel ott nőket? Vagy ezt már titokban csinálod, vagy elmondod? Milyen céllal mész föl? Mert hogy nem akarod betenni, csak keresel új impulzust. Hogy csak megnézd, vagy... Igen. Tegnap, tehát hogy jött... Téged is rajta kapott. Ez egy freudi elszólás, hogy mi volt ez a tegnap? Valami ki akar belőlem jönni. Igen, valami gyerek ki akar. Nyomja a torkomat valami. Teljesen véletlenül felkeveredtem egy ugyanilyen oldalra. Igen. Figyelj, nekem, én azt mondanám, hogy mondjuk a cidoksepső meg a szőnyeg poroló határ. Tehát, hogy ez nekem már egy picit sok ez a húsklopfoló. Nem, most nem erre gondolok, hanem hogy szóval, hogy írjátok meg, drága hallgatók, hogy mit csináltuk úgy titokban, vagy mit csináltok a párotok előtt, vagy miért csináljátok titokban? Értitek? Most ritkán van úgy, hogy én nem tudok jól elmondani egy témát, mert azért általában érthetően vezetem fel. Nem sokszor vagy csak benyolják. De valahogy mindig átmegy, mert jönnek az SMS-ek. Tehát mondjuk 30 év után, ha valaki fölmegy egy társkereső oldalra, vagy egy olyan oldalra, ahol csajok hirdetik magukat, és ő nem akarja megcsalni a feleségét, csak szükség van egy-két új impulzus, és elolvassa ezeket a beszámolókat, megnéz egy-két nőt, mit tudom én. Új impulzus. Ezt most érted, hogy mit mondok? www.újimpulzusok.com. Vagy mit tudom én, felnőtt tartalmat nézel, de azért nézem, mert a párod titokban megsértődne. Ha megtudná, fájna neki. Vagy mi együtt nézzük, mert ez még belefér. Tehát, hogy kinek hol van az a határ, amikor nem a megcsalás választja, hanem valami olyat csinál titokban, amitől nyer egy kis vérfrissítést. Értitek, hogy mire gondolok? Igen, persze, de például a mert a pasi valószínűleg azért csinálta titokban, mert megsértődött volna, vagy rosszul esett volna a feleségén. Vagy ne? Magad is szégyelled azt, hogy erre az útra léptél. Nem, hogy kiszégyeli. Hogy felnőtt tartalmat. Magad előtt. Hát úgy, hogy nem szólsz anyának. Hát az esetek nagy többségében az ember azért nem szól. Hogy kicsim, kész a sorska, jövök mindjárt. Mindjárt csak ezt még megnézem. Szóval ez nem szól. Szörnyű egyébként így szégyenben élni felé. Hát te hogy csinálod? Te szóltál otthon, hogy most ne gyere, bemelsz? Francot. Nem. Most ne gyere, ez milyen lenne már? Mama marad. Ne gyere be, meg ne gyere erre. Igen, kicsit maradjál. Még keresem magadnak valami bosogatni valót. Nekem most dolgom van. Tudod mi? Igen, mondjuk a nagyban nyilván benne van, valószínűleg benne van egy olyan keserűség, hogyha te hosszú-hosszú évekig próbálkozol. Közben téged ugye elutasítanak, nem?
de közben rájössz, hogy a férjed azért mégiscsak kíván bizonyos dolgokat, akkor azzal szembesülsz, hogy valószínű téged nem. Így van. Tehát a felzúdulás az ebből lehetett. Mert ha a pasid egyébként se kívánja, és nem nézi, és nem érdekli, belenyugszol. De ha azzal szembesülsz, hogy téged nem, viszont mást igen... Na az, ami fáj. Ugye, nem, mert a felnőtt tartalmat nézem... A kloffoló az nagyon fáj. Tehát valószínűleg a néni ezen húzta föl magát. Szembesülsz az, hogy te már nem, téged már nem kíván a párod. Viszont nagyban fogyasztja a nem tudom milyen felnőtt tartalmakat. Itt egyébként az ezért kellett titokba csinálni. Tényleg lehetett egyébként a papa részéről egy ilyen lepatintás is. Tehát, hogy és ő valószínűleg erre is fogta, hogy hát már nem működnek úgy a dolgok, mint régen, meg hogy itt tudom én, hogy fáradt, meg kedvetlen, meg egyébként is front van, meg ilyesmi, kitalált mindenféle ürügyet, meg indokot, hogy ne kelljen foglalkoznia mamával, és egyébként meg azért benne is megvolt az igény. Csak mondjuk a fiatalabbakra ment rá, a 70-esekre. Szegény mama. Igen, a mama meg nem tudom, hogy nézze. 78. Bigboy.com-ot nézte. Bigboy. Nem, a bigoldboy.com. Na mindegy, drága hallgatók, ha most megértettétek, hogy mit akarok mondani... Nem úgy, mint mi a Janival. Nem. Nem úgy, mint ez a két hülye itt velem szemben. Nem, erre gondolom. Azt meséltem, az Alindánál voltam, és minden másik mondatom úgy végződött. Érted? Beakad egy szó, a fél négykor kelsz, és 12-kor még komolyan beszélgetnek veled. Na, érted, és azt hitt, hogy hülye vagyok. Érted, Alinda? Érted, Jani? Hogy mit akarok mondani? Érted? És ez ráadásul nem egy vágott műsor. Azt nem egy vágott műsor, 26-ról benne volt, hogy érted, és így ült velem, szóval ez hülye. Ez nem normális. Miért kérdez meg mindig, hogy értem? Egy idő után nem strigulázott az asztalon egy krétával. Igen, ha fáradt vagyok, akkor beakadnak szavak, és akkor teljesen váratlanul meg tudom kérdezni. Szóval, hogy ki mit csinál titokban, vagy mi az, amit ti már nem mertek elmondani a párotoknak. Nem házasság szegése vagy kapcsolat szegése gondolok, hanem arra, hogy azért csinálják titokban, mert valószínűleg rosszul este neki, vagy azért csinálom titokban, mert nem merem neki elmondani, félek a következményektől. Ez mindenkinek más, szerintem. Na, ezt írjátok meg nekem. Engem beszippantott a honfoglaló. Amíg csak a honfoglaló szippantott volna, persze. És amikor lefagy az internet, akkor pedig nem tudom, Révait olvasol. Igen. Meg kellett löknöm az ágy alá. Azt a jóka, igen. Rágyítottak, miközben lapozgattad a Laruszt. Semmi. Megint az aranyember! Mert én például arra kíváncsi vagyok, hogy a csajok mit csinálnak titokban. Szóval ez nekem még mindig egy rejtély. 10 év házasság. Nyomoznak utána, tehát mit csinálnak. Nézegetik a telefonjainkat. Hát csinálnának. Próbálnak meg rajta kapni. De nem, mert a nők nekem mindig egy sötét. Néznek. Sötétetett univerzum. Ja. Mit tudom én, mondok egy példát. Tehát vannak olyan haverjaim, akik fölmennek bizonyos oldalakra, de soha nem... Igen. Vagy... Haverjaid? Ja, rohadjatok meg, hát így nem lehet egy témát felvezetni. Nem erre gondolok. Olyan haverjaid. De tényleg a barátaidat áldozod be, hogy a saját nyomorodról beszélj? Bárkit beáldozod. Nem. Szemetek vagytok, mert most ez a téma, és ezt most rám sütitek, hogy jó, én most magamról beszélek. Akarok mondani egy példát. Mit tudom én? Vannak olyan pasik, akik soha nem csalnák meg a barátnőjüket, de vannak olyan oldalak, amik ugye leírják azt például, hogy ha te ellátogatsz ilyen vagy olyan lányokhoz, akkor ott milyen szolgáltatást kapsz. Ezeket elolvassák, és ez neki elég. Én a nőkről nem tartom elképzelhetőnek, hogy ők felmennek egy olyan oldalra, ahol ilyet olvasgatnak, vagy pasis oldalakat néznek, ahol mit tudom én, pasik hirdetik magukat, és az nekik elég, hogy aztán némi vérfrissítést vigyenek a kapcsolatukba. Értitek, hogy mit mondok? Igen. Nem akartok rá mondani valamit? Hogy nem értünk vele egyet, mert szerintünk a nők ugyanúgy, csak ők megdumálják, nincs ilyen fórumuk, de ugyanúgy megdumálják egymás között, és szerintem ugyanúgy néznek felnőtt tartalmat. Ha tudnád, a Viki miket mesél például. Hát, mindig úgy jön, hogy amit láttam, Feri. Igen, Jani, Feri, te mondjátok el a Balázsnak, de tegnap is. Nem tudom, szerintem ez megvan náluk is. Csajoknál is, nem? Hát, igen, de én egy picit örülnék neki, hogyha rajta kapnám. Na de ugye, hogy soha nem kapod rajta? Nem. Tehát a nők valahogy ezt egészen máshogy csinálják. Most nem csak arra gondolok, hogy felnőtt tartalmat nézek, hanem minden olyan ügyüket, amit titokban intéznek, és a pasik nem tudják, és nem a megcsásról beszélek, valahogy sokkal diszkrétebbek, mint a pasik. Nem, egyszerűen nem kapod rajta, nem? Ügyesebbek. Hogy néznek egy oldalt, ami nem tudom, nem tudom, fiúk vannak csipendesek, hogy mit tudom én, bármi. Egyszer egy picit reménykedtem, mert láttam, hogy félreértettem egy címet, de aztán kiderült, hogy nem az, amire én gondolok, ez a muffinmania.hu.
De ez nem, nem az volt. Nem, a tojás reggelire oldal rá, rámentél, Mónika nézeket ilyen nagy tojások reggelire, és végre megörült. És aztán kiderült, hogy csak struc tojásból akar neked tükörtojást csinálni. Te pedig megörültél, hogy végre rajta kaptad valamin a párodat. Na jól van. Hallgatóink úgyis tudják, hogy mire gondolunk, írjátok meg nekünk. Jó, 7:30, illetve pontosabban már el is múlt 3 perccel. Ha valaki játszana, mit mond Dórát, akkor írjon nekünk SMS-t, mert úgy tudjuk visszajönni, mi pedig jövünk Ákosi Régten. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM, a rádió. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan. 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Jó hír, 8 óra után érkezik a tankcsapda hozzá. Tankcsapda nap lesz itt a Morning Show-ban. Hozok egy csomó mindent, jönnek mind a hárman. Úgyhogy 8 óra után a fiúkkal beszélgetünk. Így egyébként együtt egyszer sem voltak még nálunk. Tehát most először. Külön-külön már többször. Telefonon, van, telefon, személyesen is, de együtt még nem. Együtt még nem. Na, gyorsan nézzünk egy-két közlekedési hírt. A Könyves Kálmán körúton már nagyon csúnyán beállt a sor, végig a stadionoktól érdemes kerülni. Talán a keleti pályaudvar Fiumei útvonalon autósok, merjetek új utakat keresni, mondta Andor, aki helyretette finoman az autós kollégákat. Igen, baleset van itt a Lágymányos hídnak a Pesti híd főjénél, és emiatt dugul szinte az egész város kis túlzás nélkül, legalábbis a Hungária végig, és a Hungáriára becsatlakozó utak szintén. Egy 5-ös koccanás, tehát az még idő lesz, mire felszabadul, és fel tudtok menni a Lágymányosi hídra normálisan úgy, hogy átjussatok Budára. Pesti, budai alsó rakparton szintén a szokásosan lassú forgalom vár minden arra közlekedőt. A Bob pályánál Sopronban drága fotó készül, valamint Hegyeshalom határ 25 perc, Hajbi Csóri küldte nekünk. 4-es út Kenderes alatt nagy dugó, 6 kilométeres a sor minimum, Mátra, Verebély és Tark között igazoltatnak a rendőrök, valamint Komárom, Vásártér szintén trafi, ez pedig Zsukov küldte nekünk. És teljesen jogosan írja az egyik kedves hallgatónk, hogy Jani, azért, mert te nem ismered Sunderlandet, még nem kell szemétkedni. Én például imádtam őt a Kelly őseiben. Szerintem ez humor volt. Nagyon jó. Miért szerint? Nem, azt hiszem, arra gondolsz, hogy most tényleg helyre tesz téged. Nem, jó fejed, kis smiley elküldte. A Kelly őseiben. A Kelly őseiben. Na. Nem sikerült átadnom a témát. Hát, nézd. Mindegy. Olvastam egyszer egy nagyon érdekes dolgot, hogy miért tudnak a nők sokkal jobban titkot tartani, mint a férfiak is. Egyébként érdekes volt a felvetés. Azt boncolgatta, hogyha egy nő új kapcsolatba kezd, és egy pasi új kapcsolatba kezd, akkor miért buknak meg inkább a pasik? Mit gondoltok? Na, mondhatok egy-egy dolgot, tessék. Nem értem, miről beszél. Jó, mindjárt várjál, úgyis mindjárt visszakérdezek, hogy érted? Érted. Ha fáradok, jön az érted? Na, miért? Szerintetek miért? A pasik miért? A vadászattal el akarnak dicsekedni. Tehát igen? Az új hódítással, és ezért elmeséli. Nem amíg... rossz, nem rossz, de nem is jó. Oké, kösz. Hülye hátra, hülye gyerek. Igen, nem volt rossz. Nem volt rossz, nem volt rossz, de jó se sajnos. Így van, ülj le egyet. Nem vagy rossz nyomon, nem vagy rossz nyomon. Tessék, János. Mondd meg. Miért buknak meg inkább a pasik, ha egy nőnek és egy férfinak ugyanúgy van kapcsolata, de általában tényleg azt hallott, hogy a hülye pali lebukott. Itt a férfiak ostobák és hiúk. Úristen, te a nők viszont okosak, és tudják, hogy hol a helyük, és szerények, és intelligensek. Nem, nagyon egyszerű, a cikk azt mondta, és imádom őket, írjatok. Írjatok, bármit csak írjatok. Nem, ugyanis a férfiaknál a félrelépés pillanatában megnő a tesztoszteron szint és a libidó, és a megnövekedett tesztoszteron szint és a libidó egyszerűen óvatlanabbá teszi őket, mert... Kiérződik a szobából. Egyrészt kiérződik a szobából, és túl magabiztosak lesznek, és ezért kvázi kevésbé elővigyázatosak, amíg a nők, akik egyrésztől nagyon jól tudnak titkot tartani, profi félrelépők, mert ők viszont sokkal jobban megőrzik a titkukat, és sokkal jobban odafigyelnek az apró részletre. És ezért talál a nő általában a pasi kabátjában, kocsiában valamilyen nyomot, mert tehát egyszer elővigyázatlan lesz a férfi a megnövekedett tesztoszteronnak köszönhetően. Érdekes, nem? Hogy működik a biológia. Ezért buknak le többször a pasik, mint a nők. Egyébként van, lehet valami. Abszolút, hormonális magyarázata van, azt mondják. A másik szerintem még lehet a kompenzálás, hogy hirtelen erősen elkezd kompenzálni, mert hogy lelkiismert furdalás van, és egy csomó olyan dolgot kezd el. Ez a hoztál virágot, igen, akkor megcsaltál. Igen, hoztál virágot. Miért? Soha igen. Nem hoztál. Milyen figyelmes vagy a reggel?
Az elmúlt 10 évben ez nem volt rád jellemző. És mi ez a Gabi Cetli benne, amikor én Kati vagyok? Nagyon csúnya. Igen. És a postás széljegyzett, hogy nem találta a címzet. Igen. Na jó van, játszunk egyet. Jó, itt van már is a játékosunk. Mit mond óra? Ez a kérdés. Visszafelé beszélünk. Műlész, hevéle, faszít. Hozzájállat, héle, feszülhetlen. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok, visszafelé. De vacsítjél a mime. Aki válaszol. Mindjárt itt lesz a játékos. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Bence vagyok. Hello, Bence, jó reggelt. Szia, Bence. Honnan hívtál minket? Budapestről hívtalak titek, de egyébként én gyulai vagyok, úgyhogy nagy örömmel hallom, hogy jöttök nem sokára oda a környéke. Igen, Békés Csabára. Békés Csabára. Hát sajnos én akkor nem tudok ott lenni, mert ide szólt a kötelességem, de az azért jó hallani. Remélem azért majd átlátogattok majd Gyulára is. Ó, ja, úgy ráérünk ilyenkor, amikor turné van. Igen, mondhatnánk ilyen könnyen műgéreteket, hogy persze megyünk majd, de nem akarunk. Éves cukiba a várat megnézni. Igen, nem akarunk hazudni, valószínűleg nem tudunk átmenni, tehát rohanunk tovább. Utána, de Békés Csabán ott leszünk. 12-én. Igen, én mondanám, hogy nagyon-nagyon finomak ott a cukrászdában a sütik tényleg. Tudom, nyitott kapukat dönthetsz. Azt gondolom, hogy Jánosnak nincs olyan városban olyan cukrászdája, legalább kétszer már ne reklamált volna, háromszor nem ment volna vissza a Ludlábért, négyszer megcsomagoltatott volna egy brutál extra trüffelt. Tehát, hogy ahogy János megjárt minden. Hátra kívánok. Hozzátok gyorsan a frisset, itt van a Vodon Jani! Itt van a kiskoroz, itt van a kiskoroz, adjátok a frisset. Végünk van, végünk van. Igen, itt van a sátán gurmanja. Nem előzik le a pultosok, hogy a 3 hetes süti még jó. Igen, megjött a sátán csivavája. A sátán csivavája, hogy tegnap írt az egyiket is hallgatom. Nagyon jó. Na figyelj ide, mit szeretnél, Bence, tőlünk? Van még városunk, híres emberünk, szólásmondás vagy tárgy? Hát mondjuk legyen a híres ember. Legyen a híres ember, jól van, mutatjuk. Akkor fél percet van, mint mindenkinek, jó? Óra okay. Elindult, mutatjuk. Tidulj Idenre. Na, mutassok még egyszer? Tidulj Idenre. Siess. Mutatom még egyszer, csak akkor ki kell, hogy vegyünk valamit, ha akarod. A legyen egyszer. Tidulj Idenre. Idenre? Idenre. Nem mondjuk meg, hát annyira tiszta és annyira érthető. Hát van milyen Judit, de nem tudom, hogy milyen. Tidulj Idenre. Idenre, ugye így szólt. Idenre? Igen. Ja, Hernádi Judit, persze. Így van, jó. Így van. Hát Hernádi Judit, így van, igen. Ma nem hallottam ki a vezeték nevét sajnos. Hát, pedig még el is ismételtem. Hmm. Igen. Idenre, hát, nem volt. Baj. Így jártam. Hát, ez most nem sikerült, ritka, hogy már valaki ebben a játékban ne nyerjem. Igen. Vigasztott magad ezzel? Ez szomorú. Így engedlek el utadra. Menj és gondolj arra, hogy abban az elmúlt hónapban senki nem vesztett. Na menj most. Vagy az egyetlen. Szép hetet kíván. Hogy tudtad ezt így elrontani? Na szia. Bence, ez most nem sikerült. Sajnáljuk. Helen Judit. Igen. Sajnos nem hallottam ki a telefonon keresztül, de nem baj. Hát legközelebb gyere be hozzánk, és akkor lejátszod. Jó, oké. Köszönjük. Ciao. Hello. Mindegy, hát. Most 1000-ből 1. Van ez így. Jól mondta egyet? Jól. Azt nehéz volt. Ja, hát, az volt a fejem. Idenre. Rosszul vagy fejem. Én azért. Azért én elmennék egy pulmonológushoz. Igen, hát valami beakadt. A minden. Üsd már meg a hátam, légy szíves. Szétre megy a levegő. Kopogtassuk már meg, nincs-e víz a tüdődben, vagy valami nagyon rossz hangot, basszus. Ha egy hónap nem dohányzás után, vagy 2 hónap után ilyen hangod, milyen volt, mikor dohányoztál? Képzeld el, látom. Csináld még egyszer? Atya úristen. Idenre. Idenre. Még egyet, ez most egy picit kellemetlen lesz, mert nagy ujjam. És alulról lökjük ki. Na, jövünk vissza hírek után, érkezik hozzánk a tankcsapda zenekar. Figyelj, mindenki, ha van a fiúkhoz kérdésetek, drága tankcsapda rajongók, már most küldhetitek nekünk, amit szeretnétek tőlük megkérdezni. Bevállalósak, jó arcok, válaszolnak mindenre, úgyhogy jöhetnek a kérdések. A tankcsapdával tehát beszélgetünk majd. Ákos, híre jutam.
utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Halló, jó reggelt! Egy jó kis tankcsapda után itt vagyunk 8 óra múlt 11 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, folytatjuk már is. Tehát óriási dugó van a városban, és itt többen mondják, hogy taxis blokkád, de nem. Egyrészt nem blokkád lesz, csak sztrájkolnak, de ez még nem neki köszönhető, hanem például annak a balesetnek, ami itt van a Lágymányosi hídnál. Rákóczi hídnál, ha úgy tetszik, ugye, és nem ilyen brutális. Nevezzük nevén, én nem tudom megszokni. Tehát engem a Moszkvatér. Így van. Régi öreg komcsi vagyok. Igen, szabtérje. Az Üllői út, az Vörös Hadsereg útja. Na jó, azt talán már nem. És találkozunk az Osztja Penkónál. Én nem megy a fejembe, pedig azért meg tudnám miről jegyezni a Rákóczit. Nézz ide, Barbara. Igen, tanultam történelmet, de hogy... Igen. De hogy ennek ellenére valahogy ez Lágymányosi marad. Szóval itt van egy nagy baleset még a pesti oldalon, és emiatt óriási a dugó, sokan elkéstek, és nem is fogtok beérni, de ilyen 10 métereket lehet 10 perc alatt megtenni, úgyhogy nem sok jól lehet számítani. Nem egyszerű egyébként ezeket az új dolgokat megtanulni, a gyerekeinknek is majd tök nehéz lesz, majd megtanuljuk a Liszt Ferenc tér helyett mondjuk a Kor helyteret. De jó vagy! Viszont valamit vagy készként, de jó lesz. Ha majd egyszerre benyújtom a számot. A megyeri híd közepétől alakul a Digó Pestről Budára. Írja nekünk valaki, nem tudom, hogy tudatos-e, lehet, hogy dugóra gondol, még nem tudni, hogy miért ez. Dani küldte nekünk. Aztán fotóznak a Balatonon, a Balaton felé vezető úton az M5-esen a 88-as kilométernél, valamint az M5-ös bevezetője is torlódik az Ecseri piacig. Ennek ugyanaz az oka, hogy ugye nem tudnak ráhajtani a Hungáriára a Lágymányos híd felé, és ezért már ugye az M5-ös is visszadugul egészen az Ecserig, szóval hatalmas, hatalmas dugó van. Annyira kicsi a főváros, hogy valahol dugó van, és hat a többiekre, nem? Most gondolod, az Ecseriig visszadúl azért, mert nem tudsz ráhajtani sok kilométerrel beljebb a Hungáriára. Tehát, hogy ez a kisebb városok átka. A Hősök teren még normálisan lehet haladni, az M3-as bevezetés viszonylag jó, csak a szokásos dugó 10 perc alatt azonban át lehet még rajtuk jutni, ez Peti küldte nekünk. A Boppájánál fotóznak Sopronban, és Szolnokon a bevásárlóközpontnál a rendőrök hetek óta reggelenként lezárják a hátsó bejáratot, hogy a leleményes dugó elkerülők nehogy arra menjenek. Lehet kellene még egy tiszta hír, ezt Attila küldte nekünk. Egyre leleményesebbek a zsandárok. Tessék? Egyre leleményesebbek. Igen, egyre leleményesebbek. Mi pedig ugye vártuk a tankcsapdát nagyban. Igen. De hát úgy látszik, hogy kétharmad, egyharmad arányban. Egyharmad. Egyharmad. Gyertek ki. Igen. Hello, jó reggelt, hát Fejes már megérkezett hozzánk, csáó, de a többiek még sehol, csak nem a dugóban. Nem, kirúgta őket. Egyszer nem vagyok velük, és káoszba fúlad. Elengeded a kezüket, és vége. Vidékre nem találnak, Pestre érted. De látod, ki a legfontosabb, ki a legprecízebb, aki már a megszólalás előtt itt ült 10 percet. Én reggel 6-ra jöttem ennek is. Komolyan? Ja, csak nem engedtek be. Lelkes vagyok. Kint ültem a parkolóba, a kocsiba, de most ez már a felbomlás jele, hogy nem jártok együtt interjúzni. Hát nem tudom, mondom, mindig mondják, tudod, hogy a színpad olyan, mint egy saktábla, hogy elől vannak a futók, hátul a királyok. Ja, jó, de szép. Én ezt úgy hallottam, hogy hátul ülnek a bolondok a dobosok. Én nem így ismerem, ezért mentem dobosnak. Hogy nagyapám mondta, hogy amikor hogy beirattak dobolni, hogy valami komolyabb hangszert is választhattam volna. Igen, hangos is, nagy is, így rossz van, pakol. Mert nagyapám már mondta, hogy miért nem pikolózok, mert az nem pakol, és pakol sokat, mindig cibajálni kell ezt a nagy dolgot. Miért nem dorombozol az a belső zsebet? Igen, az a leg. Figyeljetek, hívjuk föl őket, kérdezzük meg, hol tartanak. Persze. Tehát ha a Valót, az Aréna, MTK pálya, akkor még várunk. Ha mintem az M3-ason állnak valahol Gödöllő környékén, akkor viszont telefonon is beszélgetünk velük. Tehát kérdezzük meg, hogy még mennyi idő, legalább kapunk egy kis közlekedési írt is egybe, hogy mi a helyzet? Sidi most Debrecenben lakik, hogy ők együtt jönnek? Elvileg igen. Tényleg? Debreceni gyerek lett? Bevették a városba? Ja. Mert oda azt ki kell érdemelni. Pedig nem felvételi volt, ilyen szempontból kötelező felvétel. Na, kit hívtál, Juli? Lukácsot? Haló, jó reggel, ciao.
Laci. Szia, jó reggelt nektek is, hello, hello. Sziasztok, mi a helyzet a Lágymányos híd, illetve a Rákóczi híd? Igen, elindultatok-e már Debrecenből, ez a kérdés. Merre vagytok, mi újság? Hát én most keltem föl, mert miért kérdezed? Ennyi, figyelj, ez a rakendról élet. Figyelj, 8 órakor egy rádiomisorban az ember megébred, 4-9 körül. Na, tudjuk, hogy baleset van egyébként, ti is azért késtek, nem, ti nem biztos, hogy tudjátok, de előttetek pár kilométer egy baromi nagy baleset van a Lányos híd pesti oldalán, emiatt dugul az egész város. Ők csinálták. Igen. Hol vagytok? Azt most tudod, Laci? Hogy figyelj, tudjuk a balesetet, mert természetesen hallgattuk a rádioműsort egész úton, amíg az autópályán jöttünk. Egyébként tényleg elég faramúci, hogy Debrecenből Budapestre el lehet jutni szűk két óra hossza alatt, és aztán a város táblától, Budapest táblától hozzátok a rádió, hogy kellene újabb két óra hossza. Igen, az a nagyobb meló egyébként. A maradék 10 kilométerre. Egyébként innen már gyakorlatilag látjuk azt a kereszteződést, ahol a rádiótok van, tehát nem vagyunk túlságosan messze, viszont addig gyakorlatilag tömött sorokban állnak az autók, úgyhogy ez időben mit jelent, sajnos nem tudom neked megmondani. Szálljatok ki és rohanjatok előre. Hagyjatok a kocsit, pattanjatok ki és rohanjatok ide, aztán majd valaki elmegy az autóért. Végül is láttunk már erre vonatkozó amerikai filmet, az Összeomlás című filmet, ahol Michael Douglas megunta a műsort. Hát szerintem most mi nem fogjuk ezt a példát követni, sokkal inkább azon vagyunk, hogy a lehető leghamarabb élőben is találkozunk. Jó, gyertek jó, akkor. Közben itt egy tehetséges dobos jelentkezett nálunk, mert hallott, hogy ide jöttök, mit csináljunk vele. De ki az? Állítólag tök jó a csávó, itt ül velünk. Én nagyon pontos volt, már 3-4-8 óta itt zsibbasz minket. Azok nápoit neki, és akkor szépen el lesz csebben, mint jó, oda élünk. Jó, nápoival, oké. Okay. Jó van. Okay, Sidi, mit csinál most éppen? Te voltál, aki most megszólalt? Hello, Sidi, jó reggel. Ciao, hello. Ki vezet most kettőtök közül? Vagy sofőr van? Vagy, és ti meg ültök a hátsó ülésen? Sofőr. Nem, a hátsó ülésen, nem, Laci vezet, én meg mellette boldogítom. Ha nagyon helyes. Ez a baj. Nem, igen, mellette boldogítom, nem ja, úgy. Ja. Nem értettük félre, jó? Oké, gyertek, akkor várunk benneteket, jó? Igyekszünk. Oké, ciao. Hello. El kéne jöjjenek jobbra itt. Simán eltévedtek. El kéne jönni jobbra, csak azt nem ismerik azt az utat. Nem ismerik az utat, hogy lejönnek jobbra a Hungáriáról, ott van egy kis mellékutca, és hátulról bejönnek. És hátulról megtámadnak bennünket. Igen. Na, egyszer jó. Megkérdezték tőlem egy adásból, hogy hiszek-e az UFO-kba, és mondtam, hogy persze, kettővel játszott egy zenekarba. Nehéz egyébként a két csávó. Hát, ők a művészek. Ja, te vagy a racionális ember, meg a két izi elme vagyok itt, látod. De ők egyébként nem ilyen késősek, ilyen pontos palik, nem? Hát én de. Azt gondolom. Nem, igen? Nem. Egyébként az egész zenekarra jellemző az, hogy pontos a zenekar, tehát így alap. Persze, mert te mondjuk Sidi, nem, de egyébként kell. A Sidi az hajlandó lenne, tehát ő a szétesős típus. Tényleg beszéljünk már róluk most is. Eljött az én időm. Ez a műsor, ez abszolút ilyen. Tehát tényleg. Ha valaki itt van, azért kap, ha valaki nincs. Egyébként azért mi is ilyenek vagyunk. Ha valamelyikünk hiányzik, az nagyon múltkor kap. Múltkor voltunk tehát, egy ilyen interjúban, és mondták, hogy az a feladat, hogy egymásról mondjunk jó és rossz dolgokat. És mondtuk, hogy mivel a Sidi nincs, itt csak a Sidivel beszéljünk. Na, az a típusúak vagyunk, hogy bárkiről elmondjuk a véleményünket a hátam mögött, tehát itt simán. De ez nem baj, hát ez mi is ilyenek vagyunk egyébként. Igen, Laci vezet, Sidi retteg, írja egy hallgató. Bakó megjegyzete. Igen. Na, jó, azért nézzük át az aktualitásokat, tehát azért kezdjük el ezt a beszélgetést nyilván, amiért ti most jöttetek, mert hogy nagyon sok minden történik a zenekarral. Kezdjük el a Laci Kossuth díjával. Azt már visszamondok. Ja, majd nem aktuális. Aztán majd arról is beszélünk, de hát nyilván azért az aktuális dolgokat említsük meg, hiszen itt van szó ugye egy dokumentumfilmről, van szó a dokumentumfilm zenéről, van szó egy vadonatúj klipről is, tehát azért van miről beszélni, aztán majd a srácok valamikor becsatlakoznak. Így van. Honnan kezdjük? Na, kezdjük a dokumentumfilmmel. Ez ugye május 13-án jelenik majd meg maga a film, ugye? Így van. A Lévai Balázs rendezte, ha jól tudom. Így van. A 25. jubileumi évünket forgatták végül is végig, egy ilyen dokumentális jelleggel. Megnyitottam az oldalatokat, Tomi, nézd, itt van, hogy tudja puskázni. Jó. Köszönöm. Egyébként tök jó, vagytok, mint ha én magamat hallanám. Van egy filmünk, fene se tudja, valami ügyes rendező, valamikor bemutatják. Figyelj, egyébként soha nem vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal. Három rohadék rockcsempész, segítek, ez a cím. De ki az a három rohadék rockcsempész? Miről szól? Azt nem tudom, de hogy másik kettő. Figyelj, alapjában véve
Semmi extra nincs benne, nem kellett megváltani saját magunkat, mert az egész film arról szól, amilyenek mi vagyunk. Tehát egy olyan szituációba ábrázol minket Balázs, ahogy élünk, ahogy a hétköznapjainkat éljük. Álltok tárgyalástól. Álltok a dugóba, hiányosan nyilatkoztok egy vezető kereskedelmi rádióban. Köszi. Sidi alszik az anyósülésen, Laci veri a kormányt, menjünk már. Az egyikkel megbeszélik, hogy másnap reggel oda megy, a másik kettő el se indul, de azt kapizzák, hogy egyébként a dugóval. De a film jó lesz, higgyétek el, a film jó lesz. De ez egy nagy összegzés a Tankcsapda elejétől, vagy nem, ez már nem, rólatok? Nem, csak a 25. évet. 25. évet. Nincs nekünk annyi pénzünk, hogy 25 évig forgassunk. Tehát nyilván nem arra gondoltam, hogy 13 évesen elkezdhetünk forgatni. Alapjában véve, hogy nem, ezt az évet, hogy működik egy ilyen szituációban a Tankcsapda. De nem csak a koncertek, nem csak a backstage jelenetek, hanem alapjában olyan szituációkban is benne vagyunk, megmutatjuk, hogy például egy üzleti tárgyalás hogy működik a háttérben, meg ilyenek. Tehát, hogy olyan élet otthoni dolgok, például családdal, páne Sidi, gyerekek, ide-oda, amoda, tehát egy olyan közegbe ábrázolják a zenekart. És akkor apróra vágom a laska gombát. Mekkora gyerekei vannak a Sidinek? Arról például én keveset tudok. Van egy ekkora, meg egy te értél ide. A leghálásabb riportalany vagy. Miért izadok, hogy megtudjunk valamit? Nem kell tudni, hogy hány éves mutatja. Körülbelül. Tehát, hogy körülbelül. Azért... Nem, hát megmondom neked pontosan. Fingod nincs. Így van. Fél, láttam de őket a múltkor. Az egyik egy fél fejjel nagy. Tudom, szépen nőnek. De helyesek. Nem, háromból kétszer nyomja. Fél, van a Kendra. Ugyanúgy azt a szólót, aztán kész. Akit érdekelnek a gyerekek. Jó játszon a koncerten. Van a Kendra, meg a Gabika. Ez csak egy ilyen szülő érdeklődött a szülőtől jellegű, privát Fáján jellegű lesz. Kérdés tudja volt. A gyerekek nevét, azért ez egy pont, írjuk be. Ezt beigszeljük. A Sidinél több a városban nem lakott senki ebben az országban, és ki tudja, hogy hány gyereke van összesen. Sidi nagy költöző, tényleg? Aha. Igen. Katonatiszta volt az édesapja, és emiatt nagyon sokat költöztek annak idején. Meg hát mindig a melyik zenekarban zenélik. Ugye a lakbér elmaradás már. A lopott villanyórákban. De akárhol megyünk, mindig otthon van. Tehát mindig van valami ismerős, persze. Már ki is vagyunk tőle. Csak hogy azért visszatérjünk. Ennek a dokumentumfilmnek ugye lesz majd két mozis bemutatója. Csak segítek, kettő. Jól tudom? Tudom. Gyerekek, én egy felkészült műsorvezető vagyok, én kihúzom a sztárt a bajból, érzem. Nézzétek, kettő mozis bemutatója lesz. Segítek az Urániában, a másik a debreceni Apollo moziban. Hol lesz ez a két film bemutatója? Várjál, Debrecenben hol lesz? Az egyik Klassz FM-es, itt lehet jegyet nyert. Tudom. Mondjátok már le, én meg bólogatok. Jó, elmondjuk. Nálunk lehet majd jegyet nyerni, ugye, legalábbis a budapesti bemutatóra a Klassz FM-nél, vagy ebben a rádióban lehet majd ugye korlátozott számba jegyeket nyerni. Minden részletet egyébként elmondunk. Na. Okay. És most beszéljük a szövegekről. De hogyha időbe idejött volna a Bakó, ezt elmondta volna nekem, és el tudtam volna mondani. Hát? Nem kell, itt vagyunk. De figyeljetek, ez egy profi gépezet azért. Tehát amellett, hogy ti színpadon álltok, azért a Tankcsapdáról lehet tudni, hogy ez már sok-sok éve meghaladta azt a fajta rockzenekart, akik fölmennek fesztiválokon és színpadon zenélnek. Tehát egy profi működő csapat vagytok, akik a színpadon is nagyon profik, és a háttérben is. Ezt nem te fogod össze, vagy nem te üzemelteted, vagy nem te koordinálod a dolgokat? Hát alapjában véve igen, de olyan sok szálon fut a sztori, mindenkinek megvan a saját területe. Tehát, hogy magyarul ezekben a szervezési dolgokban, az aprólékos kidolgozásban, ami például az ilyen sajtókapcsolatok, vagy bármilyen nyereményjáték, ezeket a Csabi intézi. Onnantól kezdve, hogy nagyjából kitaláljuk, hogy mit fogunk csinálni, és hogyan fogjuk csinálni, onnantól kezdve mindenki a saját útján jár, és saját maga szervezet. Tehát a részletekről fogalmam sincsen, azt tudom, hogy... Fingom, és azt tudom, hogy valamilyen moziba bemutatják, rohadt életben, ha tudjátok, hogy ezt fogom kérdezni, akkor már utána olvasok. És alapjában véve tényleg erről szól a sztori, mindenféleképpen meg lesz hívva egy csomó rajongó, annyit tudok, az, hogy hányan félnek be a rajongóktól, nem fogalmam sincs, lesz egy csomó VIP vendég. Azt tudod, hogy most te azt a képet rombolod össze, hogy a Tankcsapda a fejestől megy. Mert mindenki úgy de ez tudja. Tök jó, mert egyébként mert hogy ezt terjeszted. Igen, és kikéred magadnak, ezt nem mondják el. Tehát, igen, mert egyébként ettől már tele vagy a hócipőm alapjában véve, mert ezt most jól rombolod, egy abszolút. Tehát ezt most abszolút képbe tesszük, hogy egyáltalán nem. Építem, hogy milyen jó zenész vagyok, de most már azt is fel kéne akkor építeni. Szóval a lényeg, hogy én nem akarom, hogy ezzel azonosítsanak. Tehát kétségtelen, hogy a stratégiai, üzleti dolgok az én kezembe futnak, illetve általában én vagyok a legracionálisabb a zenekarban, illetve az, hogy próbálok 2-3-4-5 évben előre gondolkozni stratégiai lépésre. Mit röhögsz?
Ja, nem. Eszembe jutott, hogy volt-e már olyan beszélgetés, hogy Laci férje jött, Tomi, hallom, te írtad a múltkori albumunkat. Hogy van ez? Az általában úgy szokott lenni, tudom, amikor nincs ott a másik, ja, azt én írtam. Igen. Húz a kedvenc szám, azt én írtam. Meg voltam már olyan jubileumi koncerten más zenekarnál, amikor felkor, ezt a számot én írtam, és akkor a gitáros mondta, hogy hát mindenki másképp emlékszik, és akkor kezdték a számot. Nálunk ilyen nincsen egyébként demokrácia, szóval mindenkinek megvan a szerepe, le vannak osztva a dolgok, és senki nem rivalizál ebbe a dologba, de megmondom őszintén, hogy az, hogy engem csak ezzel azonosítanak, azért az megmondom őszintén, hogy egy idő után már zavar. Nem ebbe a dologba akarok tetszelegni. Így van, így jobban érzem ebbe a sztoriban magam, illetve egyébként meg mindenkinek vannak olyan ötletei, ami esetleg mondjuk gazdasági vagy bármilyen stratégiai lépés, és akkor azt mondom, hogy ez tök jó ötlet volt, ha bejön, akkor én találtam ki. Mindenki tesz hozzá valamit. Igen. Jó, nekem tetszik ez a fajta hozzáállás. A dal címe az Alföldi gyerek, jól tudom? Így van. Oda van írva, láttam a számítógépen. A pontos információink szerint. Információk szerint lesz egy klip. Ennek a címe az Alföldi gyerek. Így na, van. Hallottuk, hogy a forgatás jó hangulatú volt. Mindig az. Mindig az. A Sidi motorozott úgy, hogy előtte szerezte meg a jogsiát pár Nem volt jogsia. Aha. Tehát amíg nem érkezett meg a jogosítványa. És ő téged vitt motoron? Tehát ugye az a kép, nem merem. Nem merted bevállalni. Még az autóvezetésnél is szeretem, ha ő vezet. Tehát így alapjában véve egy ilyen széthulló srác. Művész típusú, maradjunk annyiba. De igen, a forgatáson még nem volt meg a jogsia, de nagyon ügyes volt, nagyon jól csinálta a dolgát, ahhoz képest, hogy egy ilyen 360 kilós vassal mozgott, tehát így tök jó. Ja, azt hittem, hogy már 360 kilóra hízott el. Képes rá. Bakó az cinkos a sajtótával, folyamatosan tömi, mindig eteti, és akkor utána meg mondja, hogy hát ez a Sidi mennyit hízott, ez a teljes kérdés. Tehát finoman szólva a Sidi a súlyát, illetően kihívásokkal küzdik? Ezt akarod mondani? Igen? Igen. Súlyán izzadt koncerten. Na, hát. Mert azért ez ilyen nagyobb koncerten azért egy 2-3 kiló simán leugrik. Hát az ember nem nagyobb, nem? Nem, van egy művésztől, aki ezt terjeszgeti, ti is ismeritek, de nem mondjuk meg mondd a nevét. Mondd ki nyugodtan, ki az, aki ezt mondja magáról, hogy koncertenként 3 kilót fogy, van ilyen? Hát biztos nem Ákos. Ákos mióta feketét hordozott, tudja, hogy a slanki. Tehát, hogyha ez igaz lenne, akkor az ember egy turné végére meghalna, tehát vége lenne. Vízből elveszíted, és az körülbelül 3 perc alatt visszaizott, tehát ez egy hülyeség. Tehát abszolút nem. Tehát egyértelmű, hogy valamennyi folyadékveszteség van, de az nem a tömegvesztéssel jár. Tehát így az, mi Lacival sörből körülbelül 10 másodperc alatt pótoljuk. Hát vagy többet kéne mozogni fent, hát ez is lehet, hogy már nem mozogtok annyit. Nem. Látszik, hogy nem jártam a csapdára. Sidi leáll nagy terpezbe érte, tehát ugye az ember persze, hogy nem dobja. És most már megynek az együtt mozgások is, jobbra, balra, minden. Na, kicsit szkorpiózó. Csak begyakoroltál. Balra, jobbra. És most break. Van ebben a klipben egy olyan rész, ahol a Laci pisil. Azt szeret. És ez valami nehezen ment neki, vagy ezt többször fel kellett venni? Hát azért nem megy olyan nehezen neki. Van real time-os pisi is a videoklipbe. Tehát van kamu is, meg van a real time-os is igaziba. Tehát ő nálunk az igazi. Hát pisis a fiú. Odaadjuk annyiba. Hát pisis már lenne van a korban. Ja. Van egy fajta üdítő itt a benzinkutaknál szoktuk vásárolni, és így mindig néznek nagyot a benzinkutasok, amikor Laci tudott félmákosan megérkezik a benzinkutra. Vesz egy másfél literes üdítőt, ezt nem akarok reklámot csinálni, mindenki ilyen jó vastag a nyaka, és akkor azzal a lendülettel ki is borítja, és akkor azt mondja, hogy most már mehetünk. Ja, hogy ez kell, hogy ne kelljen megállni. Igen. Csak ahogy nem néz, ember ugye nem tudja abbahagyni, mert csíp. Hát ez a baj. Neki muszáj, tehát mi kibírjuk, ő használja. Jó, mondjuk jól is tartja magát, mert emiatt azt mondja, hogy neki sokkal jobb az anyagcseréje. Aha. De hát szerintem kell valami ideológia hozzá. Na, hívjuk fel őket utoljára, mielőtt persze elmegyünk érezni, kérdezzük meg, csak kíváncsi sem, hogy hol tartanak. Nem most kinyomnak, tudod. Csak a rossz irányba indult. Vagy csak kíváncsi sem, ki vagy rúgva. Igen, itt vagyunk a Lombardánál. Nem itt vagyunk a Danubius rádió előtt a Duna Plázánál. Srácok, nem nagyon hallgatatok rádiót az elmúlt 9 évben, rossz helyen vagytok. Na, egy gyors közlekedési info. Csak hogy hol vannak, merre tartanak. Mindjárt megkérdezzük őket újra, aztán elmegyünk hírezni egy picit, és akkor szerintem mire visszajövünk addigra már. Addigra már megérkeznek. Aztán meghallgatjuk a kunsági srácot. Igen, mennyit vitatkoztunk ezen a neven? Nem volt egyszerű szülés. Milyen tipek voltak még? Vagy mi volt még? Nem, Laci nem akart az alföldi gyereket. Nem? Nem.
Mi mit akart, hegyi fiút? Nem, ő mindig ilyen PC, ilyen művész nevet szeretne. Tudod, amikor csináltuk a Köpökrádot, meg a Mi a csuda van veled című, ő mindig ilyen szép megfejtőt, hogy őrizd meg ilyeneket akar. Komolyan, Patalukácsról gondolnám, lelke. Hogy ő az, aki tudott, tehát úgy az, aki tényleg az, hogy köpök rátok, meg alföldi gyerek, tehát hogy ő ezt így... Nem, ezeket én tudom. Igen? Én már tök a köpök rátoknál azon a száma, ő ezt akart, hogy őrizd meg, mondtam, hogy nem köpök rátok, és pólói már lát. De ezt, hogy őrizd meg, ez olyan huligánszes, nem? Tehát ezt hagyjuk meg a huligánsznek, nem? Jó, nem Ráértek. Súly problémáim vannak. Akkor csak odat mutattad már? Most nézd le. Nem, a Balázs mondta. De ez a legjobb. Ez a legjobb. Amikor a másik kettő nincs itt, és megy a vérszívás, mint a magunkat hallanánk. Gyerekek, a Lukács hol van? Pisil? Vagy mit csinál? Tényleg? Na, mondtam. Gyere, beadjuk a mikrofonot. És hello, Sidi. Szia. Jani, hello. Ez milyen durva. Itt a Pufi. Itt a Pufi. Mindjárt jön a csinos is. Mindjárt jön a pisilőgép is. Igen. Hánykor indultatok? 5:30-kor. Hát akkor rendes lelkiismeretes látok, hogy elindultatok időben. Egyébként tényleg annyi, ahogy a Lukács mondta, hogy beérni ide hozzánk a város határából ugyanannyi, mint Debrecenből föl. És hány feladatok meg kísérni? Egyszer. Tényleg? Aha. Akkor megint volt a Lukács. Hát teljesen profit voltunk. Igen, csak akkor 20 percet. Csak szarul jött össze. Jó, dolog is volt. Jó. Figyeljetek, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, addig szerintem a Lukács is megérkezik, és amikor már újra visszajövünk, akkor újra üdvözlőjük a tankcsapdát. Már hárman vagyunk. A nagy dolgokat részleteiben már azért elmondták ők a nagy dolgokat. Írta nekünk egy hallgató, hogy ezzel az interjúval az a baj, mint az oktatással. Most is azt kérdez, aki tudja. gyere, most akkor megvárunk. Hello, megérkezett Lukács Laci is. Szevasztok, jó reggelt, most már élőben is. Hello. Srácok, nyugodjatok meg, tartottam a szintet, vittem a hallgatók. Gyerekek, melyik volt az a mondat, ami elfejedre csaptál, hogy ezt a hülyeséget. Melyik volt a mondat, az összes mondat olyan volt. A fejes mindent tudott, amit a szájába. Tehát abszolút jól adta vissza azt, amit tudnunk kellett. Ez így van, túlnél is egyébként. Igen? Mondani kell neki, hogy hova? Kis cinti, kis lábdob. Nem, azt, hogy hol vagyunk. Mindegy, hogy mit tudsz, csak díszíts. Aki megnézi majd ezt a bizonyos dokumentumfilmet, az majd látja, az a szájbordás, az hogy működik már. Megnézzük, jó? Egy pici szünet fújjatok egyet, jó? És akkor jövünk vissza a hírek után, folytatjuk a tankcsapdával a beszélgetést. 8:30 volt, pontosan 2 perccel itt vagyunk a hírek után. 3:49 múlt pontosan, illetve pontosabban lesz 1 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk ilyen pillanatban egyedül. Ezt archiváljuk. Tankcsapda nap a Morning Show-ban, Bali egyedül a stúdióban. Itt vannak a fiúk, érkeznek, mindenki te a kávé, a kézben már mindenki megkapott mindent. Helyes. Jó reggelt, szevasztok, itt van velünk a tankcsapda, hello! Jó reggelt ismét mindenkinek, és már adásban vagyunk? Már adásban vagyunk, igen. Igen, nagyon-nagyon flottul toljuk ezt. Itt még egy kis kávézás, egy mondjuk kis helyezkedés. Mondjuk ez a már adásban vagyunk, kicsit túlzás, ahhoz képest, hogy késtünk fél órát. Igen, ez a teszádból egy picit most erős volt. Azért mondom. Kicsit szemtelen, de már adásban vagyunk, hogy rohan az idő. Na, itt már elkezdtünk boncolgatni egy csomó mindent, hogy azért tényleg érintsünk aktualitásokat is, ha már ugye ennyit utaztatok és ennyit álltatok a dugóban. És a dokumentumfilmről beszéltünk, de azt még nem tettük helyre fejessel, hogy pontosan mi van ebben a dokumentumfilmben, csak arról beszéltünk, hogy az a 2015-ös év és egy pici a 2014-es év végéből. De mégis majd, ha valaki ezt megnézi, akkor mit lát? Tehát ez egy olyan típusú dokumentumfilm, ahol mindenhova kísérnek benneteket, és tényleg a kulisszák mögé is egyfajta betekintés? Abszolút. Tehát olyan mértékig, hogy... Mi magunk is meglepődtünk, amikor az első vágást visszanéztük, hogy de jó, itt is itt volt a kamera, meg itt. Tehát, hogy szabályszerűen már észre se vettük egy idő után a stábot, tényleg mindenhova elkísértek minket. Te jó, ég, tényleg ennyit hisztam. Ez nem szólt. Volt ilyen is. De az a vicces, hogy egy csomó jelenetnél tudtuk, hogy megtörtént, csak nem emlékeztük, hogy fel lett véve. És ebből ilyen nagyon vicces. Mások is jártak már itt szerintem, és tudták, hogy megtörtént. Igen, csak szerették volna elfelejteni. Csak mi pénzt csinálunk belőle. Mások is. Annyira bírom, hogy ilyen őszinték vagy. Igen, csak más ebből nem csinál pénzt, ti meg pénzt csináltok. De belőle. Volt ilyen, amire mondtátok, hogy na, ez mások, ezt ne rakjuk bele? Hát olyan volt, hogy más mondta. Nem, az a helyzet, az volt az elképzelés, ezt a dokumentumfilmet illetően, hogy nyilván kézenfekvő lett volna a zenekar 25 éve
sikerült csinálni egy ilyen visszatekintő, nem tudom, ilyen szokásos, ilyen hogyan volt, visszaemlékszik mindenki nosztalgiázva, nem tudom. Mi viszont azt határoztuk el, hogy a 25. évről, arról az évről, ami a zenekarnak a jubileum éve, mivel ráadásul tudtuk azt, hogy az az év tele lesz mindenféle olyan dolog, amit egy rockzenekar általában csinál. Turnézik itthon, külföldön, lemezt vesz föl, videóklipet forgat, nem tudom, mindenféle dolgokat csinál, hogy azt az évet rögzítsük, és ezt mutassuk meg a rajongóknak, és ebből készült végül is ez a bizonyos három rohadék Rock Champions dokumentumfilm. Nem szólok? De abszolút, abszolút. Most még egy kicsit kivettünk, megjöttek a srácok, kivettünk téged. Laci külön kérésére. Tomi vagyok a csapdából. A Siri ide sugott nekem, hogy szedjétek meg ki a fejest, most már elég sok. Szóval amit Laci mondott, ezt akartam mondani. Meg azért a 25 év a szép, ez egy nagyon szép évforduló, az Omegának is csak háromszor volt meg. Nekünk ez az első. Ezt nem mi mondtuk, ezt nem mi mondtuk. Nagyon sok vicces dolgot képzelnek rólatok a rajongók, ami egyébként ugye az emberek a rockstárok életébe belelátják, és aztán, ha mondjuk megnézik ezt a dokumentumfilmet, akkor kiderül, hogy baromira nem így van. Tehát találkoztok olyan sztereotípiákkal, hogy azt gondolják tényleg, hogy gruppik, hogy luxusszállodák, hogy micsoda fényűzés, és aztán kiderül, szobák, hogy halálosan normális palik vagytok, halálosan normális körülmények között mentek el lakni valahova, hogy koncerteztek, hogy turnéztok, és nem az a fajta idézőjeles sztereotípia van, amit mondjuk gondolatnak azok, akik nem nézik meg ezt a fajta dokumentumfilmet. Tehát igaz ez a történet, hogy Sidi, amikor bekerültél a tankcsapdára, annyira megörültél a történetnek, hogy rögtön felszívtál egy csík kamillás hintőpont. Igen, pontosan, csak nekem. Igen, abszolút. Tomi fenekéről. Mondtam, hogy mi áruljuk a filmből túl sok mindent. Igen, jó lesz, meg kell nézni. Meg kell. Egyébként az az igazság, hogy valóban hallottunk már nagyon sok legendát magunkról. Nekem a kedvencem az az, hogy tavaly azért nem léptünk fel egy fesztiválon, mert nem volt ott az arany jacuzzi a backstage-be. Én erre gondolok, hogy egy hülyeszte, amire meglepődsz te is, hogy Jézus Isten, ez még rólunk terjed. Nyilván nem így van, csak hogy veled jön már szembe a rólatok szóló persze, pár, hogy Isten. Komoly emberek is, általános iskolába kitettük el Bolondok napján, ugye a Ryanair-t, Sidi átírt a tankcsapda, ugye az Iron Maiden rátette, hogy tankcsapda turné, akkor voltunk Angliában, és akkor az iskolában mondták a fiamnak, hogy apádig vettek egy repülőt. Kitettük április elsőjén. Egy április elsőjén poszt volt, nyilván egy viccet. Hogy Mennyországosokban megcsinált valami, és hú, a Fatirodék vettek egy repülőt, és az ajának, persze. Nagyon sok anyuka ír egyébként, hogy a 6-7 éves gyerekekkel járnak tankcsapda koncertet. Ez egy mekkora dolog, nem? Nagyon Isten áldja meg őket. Tehát tényleg. Az anyukákat is, a gyermekeket is, igen. Elhanyagolják őket. Igen, sok anyuka írja, hogy miért nem hívtát ott vissza őket, pedig megígért. Szerintem jönnek a hírek, ugye? Na, itt már elkezdtünk a motorozásodról beszélgetni egy kicsit, ugye, mert hogy klipet is forgattatok ehhez a dokumentumfilmhez, Alföldi Gyerekek címmel. Ez egyfajta gyerek. Alföldi Gyerek címmel így van, amitől kiderült egyébként. A fejes annyira nem. Ragad rám. Legalább megtanultad a címet. Így van. Szóval, hogy motorozol, és hogy nem volt előtte, vagy előtte szerezted a motoros jogsidat két nappal. Közvetlen előtte két nappal, így van. Hát igazából Tomi volt a mesterem, de egyébként nagyon élveztük ezt az egész forgatást, mert nekünk Tomival lényegében tényleg csak motorozni kellett, és az egy piszok jó dolog. Lacinak meg iszogatni és sétálni, megpisilni, igen. Mondjuk a pótkereket nehéz volt fölrakni. Mindenkinek a szerepe szerint, persze. De most te tényleg akkor motorozol, vagy ez csak egy röpke kapuzárás, ami átszalad rajtad, és azt nem elengedem? Hát az egy nagyon régi dolog volt nálam, nagyon régi vágyálom, aztán most megvalósítottam, úgyhogy most például összeomlottam, hogy ilyen rossz idő volt, de talán mától jobb lesz, úgyhogy lehet megint menni. Na, de nem is ez a lényeg. Megnéztem, hogy a Lukás kuporok mögötted azért Debrecenből ide. Szét is vagy. Nagyon kepisül enged, de Laci, legalább egy kicsit meleg lesz azért. Ez azt megnéztem. Megimehetsz a kőkemény haverokkal motorozni, Búzasanyival és Delhuszakival. Igen. Bjorn Rambo valahogy ti annak idején el. Jani készült nektek egy fotóval, illetve pontosabban neked. Nem akarod megmutatni? Csak kíváncsi, hogy mit szólnak dolgokat, és ugye találtam egy 1000 éves fotót, egy 97-es történet, még azt mondja, hogy még ketten vagytok rajta láthatóak egyébként. Jaj, aranyos volt. Laci, egyébként nagyon aranyos kis fotó. Megtaláltam a könyvet is. És interjúzik veled a János. Már 1000 évvel ezelőtt csak azt a hajszerkezetet, ami Jánosom volt, azt akartam. Kár, hogy a hallgatók ezt most nem látják. Ja, akkor látják, bocsánat, akkor látják, jól van. Egy 1000 évvel ezelőtt. 97 sziget. Komoly. Nagyon jó. Basszus, már akkor is volt szponzorotok. Akkor jó. Egyébként azért jó, mert ugye mindenki azt mondja, hogy én adtam el a zenekart, és innen látszik, hogy én nem voltam a zenekarban. Már akkor régen voltam a francba.
Holott nem is Tamás adta elő, vette meg. Ja. Nem ugyanaz. Igen. Mitől működik ez a dolog nálatok tényleg ennyire profi? Mert hogy ez tényleg túlmutat azon, hogy van a három fiú, aki szeret együtt zenélni, rockzenekar, és járnak fesztiválra, amit már a fejes azért elkezdtünk boncolgatni, hogy egy nagyon profin, működő gépezetté vált tulajdonképpen a Tankcsapda, és a gépezet most jó értelemben nem azt mondom, hogy egy lelketlen dolog áll, mert egy abszolút van lelke, és ezt abszolút lehet érezni a zenén, de mégis egy nagyon profin, működő hát hogy is mondjam, tulajdonképpen iparággá vált már tulajdonképpen a Tankcsapda. Hogy ennek ez egy tudatos tervezés? Mondjam már még éreket, nagyon jó lesz. Tényleg, jól lesz. A merchandising-tól kezdve, a szponzorokon keresztül. Egy sokfogzem kegyegű, hihetetlen, fantasztikus, felülmúltatlan gépezet, amit ti vagytok. És utána jön a víz az árójelbe, és mikor tanultok meg zenét? És a 2-4-en kívül mikor ittek benne valamit? Azt már megbeszéltük, hogy alapvetően mondjuk a zenekart a Tominak a zené, illetve szövegei működtetik. De ez a nyilvánvaló, ezt eddig is tudtuk. Kell írni a számokat, gyerekek. Hát, de értitek, hogy mit akarok kérdezni? Tehát, hogy azért... Az a helyzet, hogy bármennyire is kézenfekvőnek, meg ilyen pofának, meg ilyen nagyon egyszerűnek tűnik a válasz, de mind a hárman rettentő elkötelezettek vagyunk azt illetően, amit csinálunk. Szeretünk együtt dolgozni, együtt zenélni, együtt bulizni, együtt kelni, feküdni a szó legszorosabb értelmében, ez a dokumentumfilmből is kiderül majd többek között. Meg egész egyszerűen tényleg ez az életünk, ezt akartuk világéletünkben csinálni, és mivel ezt csinálhatjuk, ezért nem lehetünk elég hálások bárkinek, vagy bárminek is, amihez hozzásegít minket. És tényleg ennyi az egész. Az a titok, hogy nincs titok. Egyszerűen csak csináljuk azt, amit a legjobbnak gondolunk, meg ahogy a legjobban gondoljuk. Egyébként tényleg nem profik vagyunk, hanem elkötelezettek. Igen. Tehát így alapjában véve ez az egész, ez a, hogy fejes a biznis, meg a stratéga, ez egész egyszerűen csak te annyi. Te hogy szabadulnál ettől a képtől? És mégis egyfolytában elmondani. Szereti őket. Úgy szabadulik ettől a képtől, hogy én vagyok az eszel a zenekarnak, és én intézek minden üzleti ügyet. Az is fontos. Nem egyébként, ez tényleg olyan dolog, hogy és most... Hadd fejezzem már be. Ja, most akartad a lényeget mondani? Na mondjad, akkor mindegy, mert mondjad. Mind már elfelejtettem. Pedig sírtak volna. Mondjátok akkor. Szóval az a lényeg, hogy azért csinálom ezt a részét, mert annyira hülyék hozzá, érted, hogy nem én rám maradt az egész sztori. Érted? Ennyi. Pedig most olyat akartam szippantani rajtad, de most nem fogok. Ezen most nevetünk, de annak idén azért lettem én a zenekarban a szövegíró, mert a másik két alapító tag mondta, hogy neki kezdő Ágában sincs szöveget írni, valakinek meg csak kell, akkor legyél te. Érted? És akkor így lett. És így szinte meg illetve a szövegíró, igen. Hát de mi a Sidi? Mondja nyugodtan. Egyszerű gitáros vagy egyet. Na jó, így már jó. Nem, igazából tényleg olyan szinten szerintem nagyon sokan kikészülnének, ha látnák, hogy milyen szinten vagyunk fanatikusai a dolognak, hogy tényleg a Tankcsapdában nincs ilyen, hogy ünnepnapok, vagy nincs ilyen, hogy esküvő, vagy olyan, hogy tényleg ronda dolog, de temetés, hanem hogy ez van. És ha másra esetleg marad idő, vagy akkor, de csak ez van. És ezt tudják a párjaink, a családjaink, a rokonaink. Azt mondtad, hogy Igen. Vártam én is, hogy mikor. Igen, mert igen, egyébként a másiknak tényleg az, hogy lehet itt most illedelmeskedni egymás előtt. Tudjuk, hogy Lukás Laci a Tankcsapda 89 óta, de én úgy szoktam mondani, hogy van egy másik Lukás Laci is a zenekarban, az meg a fejes, mert nyilván az ő hozzáállása, az ő meglátásai nélkül marhára nem itt lenne a zenekar, ahol van. Ahogy ezek a meglátások, nyilván a Laci szövegei meg ötletei nélkül. Tehát ez egy vicca verze, oda vissza működik. És akkor igen, nem is én megvezetem a buszt éjszaka, mert nem viszont. Nem, egyébként most akkor a Sidinek a napi gázsiát 4080-ra megemeljük. De srácok, engem nem vertek át. Én megmondtam, hogy négy, se több, se kevesebb. A viccot félretéve tényleg... Számla nélkül, ahogy a fejes kérdés. Így van. Mondjál már, így is van elég bajom. Mindenki hozzáteszi a magáét maximálisan, és ez a lényeg. Van, amikor én vagyok kevésbé motivált, és Tomi meg Sidi húz ki idézőjevet a gödörből, és ugyanez igaz, most nem kezdem el sorolni neveket, ugyanígy visszafelé, oda-vissza, de az akár színpadon is lehet, akár lehet valakinek éppen aznap kevésbé jó napja, vagy lehet bármilyen olyan dolog, ami miatt nem megy neki mondjuk aznap úgy a dolog, és akkor a másik kettő hozzáteszi azt a pluszt, amit ő nem tud aznap. De ez egy teljesen természetes módon működő folyamat közöttünk. Éppen ettől tud így működni, ahogy, és lehet, hogy ez kívül
újról, és ha úgy van, hogy profinak látszik, akkor mi ennek örülünk, mert igyekszünk a dolgot a lehető legjobban csinálni, de nem az a célunk, hogy mi nem tudom milyen gépezetté váljunk, vagy nem tudom milyen iparággá váljunk, egyszerűen csak szeretjük jól érezni magunkat abban a dologban, amit csinálunk, és hogyha ennek ezek a részek is a része ennek az egésznek, a zenekar csinálásnak, akkor igenis. Hát meg akkor működik jól, abszolút. Igen, persze. Mondjuk azért egy picit kellemetlen lehet, amikor a Phoenixben nem vagy túl motivált, és a többiek mondják, hogy hüvelykújja, Maci, gyerünk! Ez a hüvelykújja, hát a hüvelykújja. Na, és akkor van ez a dokumentumfilm, ennek összesen akkor két mozis bemutatója van, és utána DVD, tehát így egy van, Debrecen, egy Budapest, ugye, nálunk lehet majd jegyeket nyerni, hát és utána DVD. Egy Budapest, mához két hétre lesz egyébként ennek a premierje, itt Budapesten, aztán másnap Debrecenben, és aztán a hétvégén pedig pénteken, mármint május 13-án pénteken jön. Nem bíztatok magatokba annyira, hogy ezt mondjuk ilyen országos bemutatónak csináljátok? IMAX 3D? Például, vagy jobb, hogyha DVD eladás van belőle, több a lóvé. Nem is a lóvé kérdés. Fejes a lőregőbe csapod, lehet, hogy ezt! Eszembe jutott egy-két jelen, ez 3D-ben. Nem, az a helyzet, hogy ez egy dokumentumfilm, ami a szó legszorosabb értelmében dokumentál bizonyos eseményeket, és ezt mutatja meg a rajongóknak, és azt gondoljuk, hogy ezt érdemes otthon megnézni. Be lehetne vinni nyilván mozi hálózatba is, de ez nem egy mozifilm, azt mondjuk ebben az értelmében, legalábbis nem egy olyan mozifilm, mint a nem tudom én a Csillagháború hetedik része, hogy a lézerkat balra, jobbra és jobbra balra, érted? Ez egy, ennek a filmnek ilyen szempontból nincs történet, illetve a történetet saját magunk írtuk, illetve írjuk mind a mai napig. Azt gondoltuk, hogy ez egy DVD forgalmazása mindenképpen megállja a helyét. Jó. 2015-ben 99 koncert. Azért az elképesztő mennyiség. Tehát, hogy akár ha csak tényleg fizikailag nézi ezt az ember, hogy tudsz ebben így üzemben maradni, karban tartani magad, hát az elképesztő teljesítmény. Tehát 99, hogy ez a 2015-ös év, nem tudom, mennyi lesz 2016-ban, de hogy ez elképesztő számokat. Visszább veszünk, tehát, de ez koncepció volt, már 2013-ban tudtuk, hogy ez így lesz, hogy a 14 az nagyon meg lesz tolva, illetve a 15 nagyon meg lesz tolva, a 16 pedig egy kicsit vissza lesz éve. Egyébként Laci nem restelte kiszámolni, hogy 80 000 kilométert takart, tehát két egyenlítő volt. És inkább egyébként ez a teljesítmény, tehát maga a koncert, ez is az, hogy 99 bulit lenyomunk, az alapjában véve valamilyen szinten szeretjük is, meg rutin is. No, de ami ezzel jár, nyilván, persze. Az a borzalmas, tehát az emberek azt hiszik, hogy... Ugye egy évben van 52 hétvége, az végül is 104 koncert lehetne péntek szombatonként, és ugye minden nap, ezen a két napon, minden héten, mind a két napon otthon játszol a helyi kocsmában, az is 104 koncert egy évben. Új, én már ezt elvesztettem. Nem ez a kérdés. Nem is ez a kérdés ebben a dologban, hogy hány koncert volt, sokkal inkább az, hogy ez mivel jár együtt, mennyi utazással, mennyi mindenféle egyéb dologgal, ez az, ami inkább az embernek az energiáját felemészti időnként, nem pedig a koncertek száma, persze az se kevés. Nyilván én is arra gondoltam, hogy amivel ez jár, persze, amíg odaérsz, amíg átérsz, amíg utazol a buszba, hány ezer kilométert megteszel, igen. Persze. Hát és most már nem csak a városokról beszélünk Magyarországon, hát lehet látni, hogy Európában is mindenfelé játszatok. És amikor ingáztok két ország között, tehát ez iszonyatos a fárasztó. Nem csak Magyarországon, hanem még a Dunántúlon is, hogy mondták annak idején. Most a gödöllői koncertünk után egyből ültünk a buszba, és mentünk Zürichbe, és egyből megérkeztünk 10 órára egy meleg bárba, ott aludtunk. Na, és ez tényleg így volt. Kicsapott a levegőbe, hogy végre hazaértem. De ez halál komoly. Tehát ez azt mondtad, hogy Sirinek mindenhol vannak ismerősei. És mindenhol otthon érzi magát. Lassan jön, hát a hírek, nem? Mondtam, hogy van két gyereke. Hát, jó. Hát, alibi. Jó. Hallottunk, mivel jött a pop szakmában azért. Első osztályú álca, baby. Yeah. Janival élünk egyébként. Ja. De olyan is benne van a dologban, hogy az ember kicsit herótot kap a másiktól, nem? Tehát mondjuk úgy ültök be a buzik, kicsit ne szólj hozzám, kicsit hagyd legyek egyedül, kicsit most hagyd legyek a saját gondolatom. Azért ennyit fizikailag együtt tölteni ennyi időt, hát ez azért nálunk is van, hogy napi 4 órát ülünk itt, hát tőlünk is kérdezik. Nagyon szentimentális a dolog, de én azt gondolom, hogy már ezen a meleg vonalon rajta vagyunk, hogy nem ezt akartam erősíteni. Én azt gondolom, hogy egyre közelebb vagyunk egymáshoz emberileg. Tehát igazság szerint megtanultuk egymást is, megmondom őszintén, hogy sose voltam még ilyen közel a szívhoz. De egyébként ez most halál komolyan van. Tényleg az a hír. De tényleg, tehát hogy nálunk ilyen probléma nincsen, akármennyire hülyén hangzik például, ezen elég extrém, de például jövő héten közösen megyünk mind a hárman kirándulni a párjainkkal.
De helyesek vagytok, mentek majd egy kis csomagolt kis téli szalámis szendvicse fel a hármas határa egyre. Nem, az a lényeg igazából azt akartam ebből kihozni, hogy annak ellenére, hogy az év 365 napjából a zenekar csinálás, mert együtt öltünk mondjuk 300-at, vagy 258-at, a pihenésre szánt időnek a 70%-át is együtt öltjük, érted? Ez egy kicsit valahol talán már katonás is. Ez az, igen. Mi például úgy vagyunk, hogy tök jó, hogy itt vagyunk, de hogy te hétvégén fel van Janit, akkor háromszor kell följönnöm, mire fölveszi, vagy éppen fordítva. volt nekünk is. Én akkor veszem fel a Janit, elfogyat a negyedszerre, így akkor mondom, ez most tényleg fontos. Jani, nálunk is volt ilyen, de az tagcserével. Háromig mindig azt mondom, hogy nem fontos. Csak félre tárcsázott. Egyébként tényleg évek óta így együtt járunk nyaralni, hogy tényleg valahogy tényleg ilyen beteg dolog, de... Azért, mert félünk, hogy kikerül ki a zenekarból. Ja, és így egy szem előtt vagyunk. Jaj, de jól érzem magam, jaj, de jól érzem. Szomozdul a hullámba. És jön a hullám! Igen. Jól van. Alföldi gyerek, akkor a klip az mikortól látható? Mert ugye ez a dokumentumfilm, ez van egy klip is, ugye? Igen. Fejesbe ezt próbáltuk kiszedni, nem sikerült. Tudtak erről egy kicsit pontosabbat, hogy ugye ez mikortól látható majd? Miután a dalpremier megtörténik, ezt követően percek, vagy maximum 10-20-30-40 percen belül megtörténik az internetes klip bemutatás is, úgyhogy ha valaki hallgatja most a műsort, illetve a dalt, az nem sokára, vagy ezt követően nem sokkal neten is látja majd a klipet, és innentől kezdve nyilván az idők végezetéig. Jó, hát leadtuk volna a dal, csak ugye a késés miatt volt egy pici csúszás, úgyhogy a 9 órás hírek után ez az indító dalunk, úgyhogy az alföldi gyerek akkor 9 óra után felcsendül majd nálunk, és akkor utána viszont a klip is látható. Így van. Srácok, hát nagyon sajnálom, hogy csak a beszélgetés második felére értetek ide, mire egy picit de imádtam, hogy itt volt. Tomi adott 5000 forintot nekünk. baromira megcsúszunk, úgyhogy mennünk kell. De minden fontos részletet mondunk még a hírek után, illetve azt is, hogy nálunk itt ugye a Klassz FM-en és a Morning Show-ban is lehet majd korlátozott számban jegyeket nyerni arra az ominózus vetítésre, ami ugye az Urániában, ez a pesti helyszín lesz majd, úgyhogy minden részletet elmondunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is. Köszi. Köszönjük szépen a tankcsapdának. Köszi szépen, fiúk. 9 óra van, baromira megcsúszunk, jövünk a hírek után, és nem elfelejteni, hogy dal premier itt a Morning Show-ban, alföldi gyerek a tankcsapdától, tehát Ákos hírei után. Morning Show dal premier. Legyél ország, ne ülj otthon, a világnak meg, hagyd meg azt, hogyha akar, mondjon rólad bármit, úgyse az számít. Klassz FM hallgató. Jó reggelt! Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra múlt, pontosan 15 perccel. Tankcsapda, alföldi gyerek, dalpremier itt a Morning Show-ban. Ez ugye a három rohadék rock csempész című Lévői Balázs által rendezett dokumentumfilm zenéje, és talán egy kicsit más, mint amit az ember a tankcsapdától elvár, de ha közben arra gondolsz, hogy ez egy dokumentumfilm zene, és erre látod a képeket, ahogy jönnek, alszanak, utaznak, koncerteznek, és az egész egy jó hangulatú kis összevágott klip lesz, akkor azért az egész más. Ugye bár ehhez az alföldi gyerekhez készül egy külön klip is, és közben van a dokumentumfilm, és tehát nagyon sok minden történik velük, de jó egyébként, más hangulatú. Én nekem ez tetszett. Hangulatos. Igen, abszolút. Ilyen tábortűzes kicsit, nem? Igen, és ahogy ezt most bemutatok ugye a dalt, nem sokára már a maga a klip is kint van a dalpremiér után, tehát lehet látni majd az a klipet is. Így van, egy dalpremiér nálunk, és a klip premiére pedig egy internetes portál, és a kettő együtt. Óriási sikersztori egyébként ez az egész tankcsapdás történet. Megdöbbentő belegondolni például abba, hogy 1996 óta a Hammerworldnek, illetve a Metal Hammernek a szavazásain zsinórban minden évben a tankcsapda volt a kedvenc zenekar. Márpedig az egy autentikus lap, tehát, hogy ott tényleg azok a szavazatok mennek le, és annyi szavazat megy le, és attól a közegből, abból a közegből jönnek a szavazatok, akik igazán szeretik őket. 96 óta minden évben a tankcsapda a kedvenc. Na igen, elképesztő. De jó kis egyébként tényleg, meg önazonosak, meg jók a szövegek, meg el is gondolkodtat azért egy-két szöveg. Szóval tényleg, én szeretem őket, illetve szerethető, tehát az is szereti szerintem, aki effektív mondjuk rockzenét nem hallgat, mert nagyon zúzós, nagyon durva, azért ebben van egy dallam, van egyfajta hangulat, meg hát már egy generációs élmény tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy
Én a gimnáziumban emlékszem, 92-93 jönnek a férgek album talán, tehát hogy a pattársammal együtt énekelt 92-93-ban. Is. Igen. Pont emiatt, hogy akkor igen. Volt egy nagyon jó érzés. Hát csak azt lejött az E17. Jó, Valinek. Szemét vagy, mert a New Kids on the Block. Igen, nem a Backstreet Boy. Jött Nick Carter, és megváltozott az élet. Na gyorsan egy kis beugró azzal kapcsolatban, hogy mi a hármasugrás feladvány. Figyeljetek! De jó! Hát ez könnyű. Írjátok meg, mit hallottunk, jó? És akkor nem sokára visszünk benneteket, hogy játszunk hármasugrás. Most azonban megyünk tovább. Juli életében már is. Julival mindig történik. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Csak még egy mondat a tankcsapdára visszakötve, és aztán tényleg Julival folytatjuk, ugye, hogy lesz majd ez az Urániás filmbemutató, ami ugye a budapesti helyszín, mert összesen kétszer mutatják be a dokumentumfilmet, és ezt említettük, hogy a Klasszon is lehet egyet nyerni, többen kérdezitek SMS-ben, hogy mikortól van a játék, holnaptól. Úgyhogy figyeljen mindenki, aki ott lenne ezen az Urániás bemutató. Jó, még a pontos dátumot nem mondtuk, holnaptól lehet jegyet nyerni. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy csak még egy dolog. Tamás viccelt, tényleg ő a tankcsapda motorja. Juli, hello, jó reggelt! Jó, cukik ezek a srácok. Nagyon, yes. Halál jó fejek. És nem az a fajta ilyen fokhíról odavetett sziasztok és ilyen arrogáns, lekezelő, rossz fejtársaság, hanem rád néznek, mosolyognak, tényleg a szemedbe néznek. Jó pofát. De melyik zenekar az, aki olyan? Hát találkoztam már egy pár olyannal. Na, igen. Nevet. Nem mondok nevet, de kellemetlen. Tehát úgy kint ülnek, és akkor ugye elnéznek, és így nagyon megtiszteled a műsort azzal, hogy bejövök is. Avancsi és Tiesto voltak legutóbbi ilyenek. És tök jó fej egyébként a Sidi meg a fejes, nem? Hogy, vagy a Lukácsnak a fejes, hogy a Sidrika engedik még mindig a zanzibáros pólót. Igen, azt nem is kérdeztük meg. Halál jó arcok, hogy még a Sidibe jöhetett egy zanzibáros póló. Ezt meg se kérdeztük. Igen. Meg azt, hogy igaz a hír, hogy titokban újra próbál a zanzibára. Túl kemény neki a tankcsap. Igen, sajnálom, hogy elkéstek, egyébként még sok mindenről lehetett volna beszélni, de meghívjuk majd őket újra, és akkor egy hosszabbat beszélgetünk. Az jó, hogy Julinak bejönnek. Bírod a rockstárokat? Egyébként egy csajszemmel egyébként bennük van valami, szörösek, nem? Bőrösek. Az olyan hát csajok bírják, az a színpadon áll. Nem? Nem? Nem. Rosszos vagy. A falhoz azért lenne. Rockstárok önmagunkban nem, a csajoknak nem mondom. A Lukácsnak az orgánuma azért az nagyon kellemes. Ez a jó hangja van, barom jó hangja van. Hello, cicus. De nem, nem, annyira nem jönnek. Meg hát nagyon jó szövegeket így. Hát, ne becsüld őket alá, mert mikor a srác a kulcsot a zárba rakja, amíg hazatér. Meg ez már nagyon elvetemültnek kell lenni, hogy ezt valaki értsen. Na, mit hoztál, Juli? Na. Mit hoztam? Ja, egyébként csak annyit akartam mondani, nem akartam tőletek kérdezni, hogy nem, hétvégén voltam egy gyerekelőadásom színházban, az Égigérő Fű című előadást néztem meg, és úgy kezeljétek el, hogy a végét megkönnyeztem, hogy amióta nektek is, amióta gyerekeitek vannak, nem lettetek sokkal érzékenyebbek, szentimentálisabbak, kiégetek, cinikusak. Igen? Hát János, elsősorban, dehogy nem. Szerintem igen. Amióta megvannak a srácok, én picsogok, sírok, meghatódok mindenen, nem? Hát így dehogy nem picsogunk. Dehogy nem. Kicsit könnyebben picsogunk mi is. Szerintem a saját gyerekeddel kapcsolatban is, a gyerekes hírek hallatán is sokkal jobban, ha valamit látsz a gyerektől, de tényleg ez legyen egy anyáknapi előadás, vagy csak egy sportesemény, vagy bármi, akkor eszedbe jut, hogy úristen, most született, most pedig ott van, és drukkolsz neki, és állsz a pálya mellett, dehogy nem. Szerintem az emberből nagyon sok olyan érzelmet vált ki a gyerek, vagy mozgat meg, amiről lehet, hogy nem is tudtad, hogy benned volt, vagy nem is tudtad, hogy képes vagy egyet kifejezni, kiadni magukból, vagy kiadni magadból. Az embernek a fényképezőgépe. És most ilyen cekli. Hát egy kicsit az is van. Édesem, apu hiányzol. Várunk, igen. Ugye jól Mariannal, az én nővéremmel volt. Ja, azt nem tudtam, Marian Panna és ilyen. És én helyesen. Erre mentem haza éjszak, hogy ez volt kirakva az ajtóra, egy ilyen sajtcetlére fölírva. Ott állsz és bőgsz. Igen. Én tegnap előtt meg a gyerek, mint amilyen gömböket kap el, Viki fújt neki ilyen kis, nem, mi ez? Buborék gömb, és akkor azt csináltam, hogy megefekteztem a képeket, és te még 10 percig lapozgatod a telefonodat, és nézegeted, hogy a másfélés gyerek buborék gömböket kap el a kádban. Hát most kész. És egyszerre nevet. Szóval, dehogy nem. Abszolút. Ezt én nem a
férfiak is. Hát kivel János, ugye, hát de neki nem nézem, hogy mi volt az utolsó, ami gyerek kapcsán. Vár! Lefotóztál egy francia krémest? Nem vagy szabad elfelejteni, hogy az én lányom már 13 éves, tehát hogy az ő másképp érkezik már meg az iskolából, mint a tietek az óvodából. Én nem hiszem, hogy semmi. Én nem hiszem, hogy 6 évesen hangosan zokogtál volna egy anyák napján azért, tehát hogy... Hát ő oda minek menjél, mert mondjuk elkísérted a morja, nem tudom. Egyébként egyszer. Amikor visszaadták a pénztárcádat, amit egy hónapja keresztül. Már rettenetesen kész voltam. Berúgtál? Még ebből 5 perc. Rohadt élet magam. Na jó, jövőre már nem jövök el a rohadt életbe. Szóval Júlia, ezzel nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Abszolút. Jó. Na, hogy mit hoztam? Nem tudom, ti szoktatok-e emlékezni az álmaitokra? Én nagyon beteg dolgokat álmodok, és én emlékszem abszolút, igen. Nekem is nagyon színes, nagyon élményekkel teli álmaim szoktak lenni, nagyon furcsa szereplőkkel, és valamelyik éjjel azt álmodtam, hogy a Miró egyszer csak megjelenik az ajtóban, fogja a Rubint Réka kezét, és Sorbert kezét. Pont Rubint Rékát találta meg. Várj, de ott van a Norbi is. Ott van a Norbi, és akkor azt mondja a Miró, hogy akkor most párcsere. Ez beteg. Igen, azt mondja, Norbi szénhidrás csökkentett. Minusz 60%. 60%-kal csökkentett szénhidrás ajtajmú. Szóval azt mondja a Miró, hogy akkor most párcsere, és fogja a Rubint Réka kezét, és elvonul. Én meg ott állok a Sorbert Norbival, hogy akkor nekünk most valamit kell csinálni. Atya Isten. És emlékszem már önmagában, én már felébredésért kiáltottam volna, hát ott maradsz a Sorbert elés. Hát emlékszem az érzésre, hogy egy kicsit fura volt, hogy hát akkor most nekem egy vadidegen férfivel kell valamit csinálnom, és így 12 éve vagyok együtt a Miróval, azóta nem voltam más férfival, hogy akkor ez most egy új élmény lesz, és egy kicsit úgy átjárt ennek az izgalma, de fura volt, hogy nekem a Norbival kell most valamit. Jéka, melye vagy? Júli nagyon jó fej, de Jéka, hol vagy? Azt gondoltam egyébként, a Miró sokkal jobban járt ezzel a párcserével, de úgy, amikor felébredtem, azon gondolkodtam. Ja, mert hogy ő Rékát kapta volna. Ő vitte a Rékát. Ő elvonult a Rékával. Miró Norbi volt meg Rékával. Az érdekelte volna. De erre ennyire tisztán emlékszel, hogy kinyitottad az ajtót, és ott álltak hárman? Igen, ott állt Miró. Ő elvonult, de hogy késztények elé állított, ott volt Norbi, hogy akkor én vigyem, mert ő megy a Rékával. Nagyon nem akarta ezt megbeszélni. Nem, vagy... nem. Mondta, hogy párcsere, ennyi. Aha. Pont, és elvonult. És amikor reggel felébredtem, azon gondolkodtam, hogy mindenkinek vannak titkos álmai vágyai. Hogy hogyan tálalsz egy ilyet, hogyha arra vágysz tényleg, hogy egyszer mondjuk a szomszéddal valamit csináljunk, mi közösen, cseréljünk párt, akkor hogy állsz oda a férjed, vagy most a feleséged elé? Megkérdezem őket, hogy dobhatok-e a komposztokra én is valamit. Krumpli hajat, huborka hajat, ilyesmit. Szóval hogyan kommunikálod a titkos vágyaidat évek után? Mert nyilvánvalóan, amikor férhez mész, vagy megnősülsz, akkor van egy érdeklődési köröd, ott van a párod, pontosan ismeritek egymás igényeit. Aztán évekkel később ezek az érdeklődési körök megváltozhatnak. Hát az ember ízlése változik, tehát jöhetnek új vágyak, új titkos fantáziák. Elmondod? Balázs, később Feri? Gyerekek, ha kinyomom a mikrofont, én beszélek, de azért erről így baromi nagy érted. Azt mondják ugye, hogy minden kapcsolat alapja, hogy beszéljük meg ezeket a titkos vágyakat, és attól fog működni. De pedig a nagy túró, hát nem mondod. Harmadikat. Hát vagy szeretném azt, hogyha vagy egy elfenekelnél, vagy bármit. Tehát, hogyha behoznánk valami olyat, ami eddig nagyon nem volt a kapcsolatban, de kíváncsi vagyok rá, és kipróbálnám. Tehát, hogy ezt hogy mondod meg? Írsz egy cetlit? Vagy nyitva hagyod az internetet? Vagy hogy kommunikálod egyáltalán ezeket a dolgokat? Mert hogy egy csomó ember nem mondja el. Ez egy nagyon nehéz hosszú kérdés. Hosszú éveken keresztül így csücsül, reméli, hogy egyszer talán a másiknak eszébe jut. Miért jutna eszébe? Ez a cetli mondjuk fura. Elkezdem a világ hazajön, és megkezdem. Apa, ki az a Mészáros Dóri? Nem, ez egy 2 liter tej, egy fél kiló tofu. Este Mészáros Dóri. Apa, aki, apácska, túrót értem meg a fél kiló amarát lisztet. Szóval, most ezen gondol fölkeltél, és elkezdtél ezen gondolkodni, hogy azért lehetett-e ez az álmod, mert esetleg van valami olyan, amit még magadnak sem ismersz be, vagy mondjuk beismertél, de nem tudod, hogy kommunikáld, vagy ez csak egy ilyen teoretikus felvetés, hogy ha mondjuk valakinek van, akkor az hogy kommunikálja a párja felé. Hogy évek után hogy állsz elő egy teljesen új, egészen markáns új ötlettel, hogy valamit szeretnél kipróbálni. Írja valaki, Júli, hát így, bemondod a rádióba. Igen. Meg is vagy. Júli, kész vagy. Felmekelés lesz estére, Júli. Menjük árvosugrásra. Miró már elment légycsapót venni. Nálunk, hála Istennek, egyébként ez nem szokott problémát okozni. Júli, erről a kérdés, hogy mindenki így beszél. Nálunk általában nem okoz problémát, de. Tehát az emberek szerintem 90%-ban hazudnak önmaguknak a szexuális életükről, a barátaik nagy részének, a barátnőik nagy részének, és talán van egy-két ember, akinek valójában elmondott, hogy mi a való
valódi igazság. Igen, és ott van a 10% mi? Baromi nehéz erről úgy beszélni rádióban, hogy tényleg ez egy nagyon őszinte beszélgetés legyen, de szerintem az emberek leginkább még maguknak is hazudnak. Tehát a következő történik, ezt vagy elnyomod magadban, és nem éled meg, vagy olyan szerencsés, hogy valaki olyannal vagy együtt, hogy a vágyaitok és a kívánságaitok találkoznak. De mivel szerintem a nő és a pali is nagyon mást él meg a szexben, és mást keres, az esetek 5-10%-ában találkozik ez valójában. Ugyanis tök más fajta kielégülés forrása a nőnek a szex, meg a pasinak. És innentől kezdve nagyon nehéz szerintem, hogy két más nemű ember között legyen egy olyan halmaz, amiben mind a ketten kiélik. Akik kiélnek, azok szerencsések, de szerintem 90% nem őszinte a szexben, mert nem tud az lenni, vagy mert megbántja, vagy megsértődik, vagy feszekedés van belőle, vagy úgy reagál, vagy feszkó, vagy nem teljesít. És az elején értétek, nem így mondom? Kezdett például egy a pároddal, tehát nem ezzel a nagyon nagy nyitottsággal a kapcsolat elejétől. Működik, azért nem így működik, mert az elején nincs szükséged arra, hogy változtassál, mert az elején ott vagytok egymásnak, de eltelik 10-20 év, amikor el kell kezdeni valahogy ezt a dolgot szinten tartani, felpörgetni. Na most viszont itt a két ember vágya nem biztos, hogy találkozik. Bocsánat, a titkos vágyak és ezek megélése, ezek szerint akkor jelennek meg, amikor kezd ellaposodni a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy az amplitúdója egy kapcsolatnak az, hogy először sokat szexeltek, mert friss a kapcsolat vagytok, aztán ez csökken. Ha szerencsések vagytok és megmarad a kémia, akkor lesz mondjuk heti egy-kettő, ha nem, vagy gyerek van, vagy sokat dolgoztok, vagy más életritmusban éltök, akkor ez egész egyszer ritkú, de ez egy normális menete egyébként a kapcsolatnak. Végül pedig összevernek a húsklofolóba. Ugye van a reggeli hír. Nem így van. Vannak olyan párok, ahol azt hallott, hogy 15 év után hetente 4-szer, de szerintem ez a ritkább. Nem? Nem. Tehát az ember szexuális élete idővel azért, ha ritkul. Változik, de ha én mondjuk most elkezdem azt érezni, hogy milyen jó lenne bevenni harmadiknak egy nőt, akkor ez azt jelenti, hogy nekem valami problémám van a Miróval? Nem feltétlen, ha egy nő úgy gondolkodik, hogy milyen jó lenne bevenni egy másik nőt. Ez egy egészséges hozzáállás. Nem erre gondolok. Akkor inkább teszi, nem a Miró kedvében akarhatná járni, hogy ő ne menjen máshova, inkább élje meg veled egy harmadik nővel. Tehát, hogy vagy neked van egy ilyen vágyad, és az mondjuk egy szerencsés találkozás, ha a Mirónak is van, hogy mondjuk egy pasi, két nő. De erről baromi nehéz így rádió műsorban. Hát megvan a kép, hogy a Miró ezt próbálja lebeszélni. Nem, ne hozz ide senkit! Hogy gondolod ezt? Micsoda fertő? Ki az a mesztelen nő ott szamártejben akádunk? Szóval nem szégyelle magát? Vegyen már föl valamit, itt gyerekek is vannak. Nehéz, mert szerintem ezt sokszor a nők is félreértik. A nők úgy reagálnak, hogy na már én nem vagyok elég, ugye? Tehát ha például egy pali felveti, mire gondol a nő? De mire gondol a férfi is egyébként, ha ezt egy nő felveti? Tehát én a Miró helyében... Hát ez a szerencsésebb eset, ami nálatok van, hogy jó. Te veted ezt föl, hogy jöjjön még egy nő. Oké, csak mi van akkor, hogyha én például azt mondom, hogy akkor legyen egy párcsere? Akkor nyilván azt gondolja, hogy ő már nem elég. Sőt, idézőjelbe teszem az elmúlt 10 évet, mert azt mondja, hogy én az elmúlt 10 évben is erre vágytam, csak eddig nem mondtam meg. Az a baj szerintem, hogy az alapvető gondolkodással van a baj. Tehát, hogy az ember a kicsit önző a szexben, és azt nézi, hogy ugye a másik ne csalja meg, ne lépjen félre, vagy ne okozzon olyat. Közben arra kéne gondolnod, hogy ha ő ott abban a pillanatban veled akar megélni valami más, és az boldoggá teszi arra neked nem szabadna irigynek vagy féltékenynek lenned. De az ember önző és gyarló. Tehát ha te végignézed, hogy a Miró egy másik nővel van, akkor az valószínűleg neked fájdalmat okoz. Közben egyébként úgy kéne gondolkodnod, hogy veled éli meg, hárman vagytok, nem akar megcsalni, de kiteljesedik ő most ebben, és ettől neki jó. Érted? Csak az ember nem így gondolkodik. És mert fáj nyilván, hogy látod a társadat valaki mással, vagy rosszul esik. És ha Viki mondjuk holnap megállna előtted kicsit pironkodva. És azt mondja, nézd be a szekrénybe, kicsim. És egy két méterre Los Angeles négy összes póló. Hello, Balázs. Hi, Bali, I'm from Florida. Érted? Visszacsuklám a szekrénybe. Lepődj meg, csak átjött, hogy holnap, hogy adás mellett megbeszél. Igen, a Feri azt. És ott ülne a Feri egy sejem tangában. Sejem tangában? Jézusom, Viki, szólj már nekünk, nem így szoktunk. Egy agasztis fejpántal a fején, mesztelenül. Jaj, én csak egy bőségtálat hoztam, én csak egy bőségtálat, ne bánts, Balázs. Mondj, Juli. Szóval, hogyha eléd állna valami olyasmivel, amit már régóta dédelget, egy titkos vágyjal, egy fantáziával, és azt mondaná, hogy akkor ezt éljük meg együtt, de neked ehhez egyáltalán nincs kedved, egy porcikát se kívánja. Akkor illik megtenni az ő kedvéért ezt, hát végül is kitárulkozott előtted, felfedte a legnagyobb titkát. Vagy erre tegyünk pontot, nem csináljuk meg, mert nincsen hozzá kedvem. És Júli, ezek a legegyszerűbb, de közben a legnehezebb úgy kérdések. Teszünk, mert... hogyha nem történt volna meg ez a beszélgetés. Hogy vele menj Ozorára.
az a fura, azért, azért is pörgetem ezt. Te olyat tudsz kérni, vagy az fér bele, amit tudod, hogy valószínűleg a párodnak is belefér. Mert ugyanakkor, ha te olyat kérsz, ami neki nem fér bele, akkor te megint önmagadnak vagy a legfontosabb, hogy azáltal okozál boldogságot, érted? Tehát ezért mondom, hogy a közös halmazt kell megtalálni, csak az nagyon kevés. Ha én odállok a Viki elé, és kérek valami olyat, ami neki nem esik jól, akkor mit csinálok? Azt mondom, hogy hagyd megélni a vágyaimat, de ugyanúgy magamnak vagyok a legfontosabb, mert nem foglalkozom azzal, hogy ez neki fájdalmat okoz. Ez fordítva is így működik. Tehát ezért kell közös nevezőt találni, csak az meg a legritkább. Nem? Mert más ember vagy mások a vágyaid? Vagy más szeretnél, vagy más okoz örömet? Vagy kielégülést? Van egy nagyon kedves barátnőm, akivel... Ez nagyon nehéz kérdés. Nyáron beszélgettünk erről, és... Ő lenne a harmadik? Nem, ő a párcserés. Mondj, Gyuri. És tök fura volt, mesélte, hogy nekik teljesen átlagos szexuális életük van. A párja egyáltalán nem egy újító fajta, bár ő sokszor próbálkozik is utána. Nő vagy férfi? Nő. Nő. Igen? Hogy ő szívesen benne lenne extrákban, és itt most a nagy extrák alatt nem, tehát nem nagy dolgokat kell elképzelni, hanem egy kicsit változatosabb szexuális életben, de hogy a férje az így nem vevő az ilyesmire. És ő azt érzi, hogy így nem telhet el az ő élete. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy ennyiről szólt, hogy itt vége van, és ezzel az emberrel de a következő van, 30 kéne éve a párjával. Így le kell élnie, és hogy ő attól fél, hogy ennek a történetnek az lesz a vége, hogy ez ki fog kacsítani. Tudod, mit gondolok? Hogy nem az úgynevezett ágyhalál, ezt ugye így hívják, amikor egyébként üzemeltetnek, bocsánat, egy házasságot, nevelik a két gyereket, de effektíve a szexuális élet az nullára redukálódik. Az ágyhalál az akkor leáll nullára, de itt nullára redukálódik. Itt van, ketyek, csak... csinálják, csak hát de a csaj üzemszerűen csinálják, semmi. Kötelességszerűen. Extrák nincsenek benne, és a csaj szeretne kisebb extrákat, nem nagy extrákat, csak kisebb extrákat. És rettenetesen fél attól, hogy a következő 20 évben. Most mit csinálsz? Változtatni nem tudsz, mi történik, beleüldözöd saját magad, vagy a párod, hát, vagy fajta félre. Kilépsz, vagy először van a félrelépés való, boldog leszel, leszerelmesedsz, kilépsz. Általában ennek ez a menete. Tehát meghal az ágyban a dolog, utána lesz valakit, szeretőd lesz, szerelmes leszel, kilépsz. Nem? Tehát, hogy ez így történik, csak nem tudom, hogy lehet megelőzni. Nekem meggyőződésem, hogy akkor ez a férfi nem szereti eléggé azt a nőt, mert én azt gondolom, hogy egy egészséges párkapcsolatban akkor is teljesített a másiknak a kívánságait, ha nem feltétlenül jó neked, vagy te neked nincs annyira kedved hozzá, de tudod, hogy örömet szerzel vele a másiknak. Mert ez így működik. Szerintem meg ez egyébként abszolút, hogy is mondjam, neveltetés kérdése, hogy bizonyos dolgokról beszélünk, vagy nem beszélünk, vagy valami. Szerintem is így van, ez ennél bonyolultabb dolog, nem... tehát, hogy a párod tőled elvár valamit, de azt szereted, de aztán nem akarod megtenni, mert tényleg vagy úgy neveltek, vagy erkölcsös, vagy kellemetlen, vagy gátlásosabb, vagy kellemetlennek érzed. Hozzá az ember szembe, akivel igen, együtt élsz. Ez az egészben persze. A fura. Hogy van ott ilyen. Van egy ember, akinek hát ismered a testszagát, aki előtted pisil, aki előtted csinál mindent, de közben meg az ágyban nem tudtok arról beszélni, hogy holnap ne így csináljuk, hanem ott csináljuk, és vele csináljuk, és ezt is vegyük be, vagy csináljunk valami mást, amit eddig nem, de ezt nem artikulálják egymásnak, mert nem vonnanak ilyen dolgokat. És hogy ez tök fura, hogy mindenhol azt olvasod, hogy a kommunikáció milyen baromi fontos, és hogy elmeséljük egymásnak hát ezeket a dolgokat, és erre az emberek rohadtul nem tudnak. Nehéz téma, Júli, és ezért nem is lehet ezt jól megbeszélni rádióban, mert egyrészt nem is tudsz róla úgy őszintén beszélni, utána az NMAH-nál ne fűzzék be az újabb nyomtatott papírt, hogy akkor 100 milliós büntetés, mert egyébként szerintem erről kell beszélni. Tehát az NMAH-nak gondolkodnak, akkor nem támadna meg például egy ilyen beszélgetés, mert egyébként ez fontos, nevelő célzatú is lehet akár, hogy beszéljünk arról, hogy kinek milyen vágya van, mert az tart egyben egy kapcsolatot. De hogy valóban sok helyen nem működik a kommunikáció, ez egy ezért nagyon nehéz téma, mert nincs az üljünk le, beszéljük meg. Van, aki erről nem is tud, 20 év házasság után nem tudja elmondani, vagy nem úgy nevelték. Szóval, hogy ez egy baromi nehéz kérdés. Csak általánosságból lehet, mert ugye minden eset közben más. Úgyhogy szerintem nincs recept, azt kell megtalálni, hogy olyan vágyaid legyenek, amiben a másik nem sérül. Ha sérül, akkor viszont le kell mondanod róla az ő érdekében. Viszont ha lemondasz, akkor az egyfajta kielégületlenség marad benned, kvázi megpróbálod mással, máshol, más időben viszont megélni, vagy kiélni. Úgyhogy nagyon nehéz. Nincs is recept szerintem, vagy egyfajta megoldás, vagy konklúzió, hogy na most akkor mit csináljanak a párok. Nyilván konkrétumok nélkül, de nektek okoztak nagy meglepetéseket a párjaitok? Tehát nem volt olyan, amikor egyszer csak fennakadt a szemed, hogy mondod, drágám? Nem. Hát azért nem. Engem nehéz meglepni. Ne. A hosszú életés a gyakorlatom. Ami jól esett, olyan volt, de meglepetés, az nem. Igen, szóval fene se tudja. Nem tudom. Mert nem volt olyan. Nem volt olyan. Tényleg nem. Én vetek fel olyan dolgokat, amire Vikinek azért néha kikerekedik a szeme, de aztán erről mindig jó beszél. Hát egyszer, amikor behozatod a Vikivel a kertből a köcsökfát.
Tehát, igen, erről így azért nehéz beszélni. Normális kapcsolatban nem történhet szerintem meg, tehát egy normális, egy nyitott és nagyon őszinte kapcsolatban, aminek kapcsolatnak minden egészséges kapcsolatnak kellene lennie, hogy az első pillanattól kezdve ti társak vagytok, ti egymás társai vagytok az élet minden területén, jóban, rosszban, stb. Meg kell beszélnetek mindent. János, de olyan feketén fejjel látod a világot, ezért ennél ez egy sokkal összetettebb és nehezebb, árnyaltabb probléma, mint hogy egy normális kapcsolatban az emberek megbeszélnek mindent. Ha nem beszélnek meg mindent, akkor az nem normális. Azért ez nem így van. Van például olyan nő, aki nem meri elmondani, mert saját maga előtt is nehezen vállalja, vagy fél róla beszélni, vagy fél attól, hogy a férje hogy reagál, vagy fél attól, hogy a férje megint elutasítja, lehúrogja egymást. De attól ő szereti, és attól ő boldog, csak egyszerűen még talán magának sem ismeri be, nem hogy ezt mondjuk elmondja az ő férjének, akire felnéz, és más gondol róla. Nem meri elmondani, nem is mondhatja el, a kapcsolatuk nem is úgy van szocializálva. Tehát szerintem ez egy érzékenyebb dolog ennél, mint hogyha nem mondod, nem jó a kapcsolatod. Hát persze, szerencsés az, aki ezt ilyen nyíltan meg tudja beszélni, de nagyon sok helyen van zavar ebben a dologban, úgyhogy attól még egyébként működik a kapcsolatuk, és szeretik egymást, csak itt van egy nagyon komoly neurológikus pont, amit nem tudnak megoldani. De ahogy te is mondod, hogy ez egy neurológikus pont, ezt abszolút meg kell oldani, ezen dolgozni kell, élve kell menni a dolgoknak, hogyha nem akarod azt, hogy egyszer aztán rányissál a férjedre, a feleségedre, miközben olyan oldalakon, ahogy hívják, hogy szörfözik éppen, amik majd téged ledöbbentenek, vagy meglepnek, mint ahogy ugye a reggeli témán kapcsán a néninél meg a bácsinál kiderült. Tehát, hogy őszintének kell lenni. Engem őszintének kell lenni. Takarítsak mesztelenül. Na, és mi lett a vége? Tisztaság? Ugye? De hogy persze, abszolút. És ezzel elindult egyébként. Egyszer, ami ki is megkért, hogy takarítsak mesztelenül. És meg is csináltam, tök szívesen. Tudod, hogy törlök port? Négy kézláb a konyhapulton. Az a fura egyébként, hogy egyszer, ami ki engem is megkért, hogy takarítsak mesztelenül. Egy kitelepülésen, a szállodai szobán, mit szíves, takaríts ki mesztelenül, János, mire visszajövök, legyen. Nehéz kérdés, ugye ez egy nehéz kérdés, és nincs jó megoldás, meg nincs egy adott válasz erre szerintem, hogy ez a recept. Szóval ez ennél egy sokkal súlyosabb. És akkor lehet, hogy az álmom üzenni akar nekem? Mindenképpen mindenképpen az elnyomott vágyakat álmodod. Nem, te szeretnél Sobert Norbieknak üzenni, hogy Jéka, most már elég, ez a Júi kicsinyáj. És kimenő, és a szerkesztés ott lenne, négy nem fogod a tívet. Hogy oké. Igen, az minden esetre jelzés. Tehát a tudatalattid, az álmod, a meg nem élt, ki nem élt vágyaidat előbb-utóbb valahogy felszíre hozza, és ott egy kicsit az elmét szellőztet az álmokban. Tehát arra érdemes odafigyelni. Azt gyakran szellőztet. Nem. Tehát arra érdemes odafigyelni, hogy mi az, ami mondjuk a tudatos éned nem él meg, vagy elnyom, és aztán ez az álmodban megtörténik. Ha ez többször fordul elő, és többször van, akkor ezek mindenképpen jelzések persze, hogy ott egy kicsit a tudatalattid kiengedi a gőzt. Igen. Na jó van, srácok. Hát Júli, köszi, nem jutottunk nagy megoldásra, nehéz, ez egy komplexebb téma. Köszi, hogy elmondtad. Valaki azt írja Facebookon, hogy ez egy elég fos álom lehetett, ennyi erővel álmodhatott volna lovakkal és törpékkel is. Hát, kinek mi? Azért azt gondolom, hogy két ember meg két állat között párhuzamot vonni talán egy picit igazságtalan. Most a lovakért én azért mégiscsak inkább Rékát választom. Igen, nehéz, ez egy nehéz kérdés. Na, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Játszunk egy jó kis hármasugrást egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Milyenek a kérdések, Janni? Azt mondom, Bali, hogy... Jancsua. Balázsovics azt mondja, hogy fény, ez tök könnyű. Jól van. Csak itt van velünk nehéz, meg Zsolti. Hello, Zsolti, jó reggelt! Sziasztok! Ciao. Mehetünk, Zsolti? Hogyne, vágjunk bele. Vágjunk bele. Honnan hívtál minket? Debrecenből. Na, melyik gáz a légkör legfőbb alkotó része? Itt szól az első kérdés. Oxigén. Nitrogén! Az, látod, szóltál? Mit mondtál? Halló, itt vagy? Hát igen. Nitrogén! Az, de látod, tudtad, csak kapásból rávágott, hogy oxigén. Ugye mindig itt ennek a nitrogén, 78. Inkább 78 az, de sok. 78, 21 és 1. Hát, ezt gyorsan megoldottuk. Igen. Most mi legyen? Semmi, elköszönünk. Jó. Sem, simán, oké. Okay. Zsoltikám, rövid voltál, felejthető, de mi nagyon szeretjük, igen, hogy itt voltál és játszottál. Köszi, sziasztok. Köszi a játékot, ciao. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-4-10 lesz, pontosan 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show.
a Klassz FM-en. 3:40 múlt, pontosan 3 perccel elmutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Vendégünk volt a Tankcsapda zenekar, imádjuk, szeretjük őket. Fejes volt itt a beszélgetés első részében, ugyanis volt egy balesetünk a Lágymányosi hídnál, Rákóczi Ferenc hídnál, és hát a fiúk is bedugultak. Sajnos ezért csak velük egy rövidebb blokkot tudtunk beszélgetni, de nagyon jó hangulatú volt, nagyon szimpatikusak, szeretjük őket. A fejes életének legjobb 20 perc volt, hidd el. Mindent elmondtunk helyette. Ennyi. És képbe tettük, hogy mi történik a zenekarral. De szívesen tettük mindezt egyébként. Szóval a Tankcsapdával beszélgettünk először, ugye picit hiányosan, után már a fiúk is megérkeztek, valamint egy nagyon helyes idős néniről volt szó 7 óra után, aki rátámadott a férjére húsklofolóval, ugyanis kiderült, hogy a férje, aki egyébként majdnem 84-es felnőtt tartalmakat néz, és szegény néni azt gondolta, hogy 15 év kárba ment, mert hogy hozzá nem nyúlt az ő férjecské, viszont hát csúnya dolgokat néz az interneten, húsklofolót ragadott, és neki ment választott urának 50 év házasság. Csak mondom, hogy belenéztünk a varázsgombe, és láttuk egy pillanatra a jövőnket. Nincs is szebb, amikor majd a Viki 70 éves egy húsklofolóval üldött. Na, nekem el kell mennem, jó, úgyhogy már csak ketten jöttök majd vissza. Most igen? Én vagyok, Istenem. Én vagyok fejes a Tankcsapdából. Jó, 2/3, 1/3 arányban. Jó, magunk jó. Rajz bennünket. Elhagylak benneteket, mert egy picit előbb kell elindulnom. Jó. Te csereutat adnak, nem? Jaj, Istenem. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Szevasztok. Hello. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 2 perc múlva, 10 óra, Csabi, hello! Sziasztok. Jó reggel, szevasztok! Mindjárt beszélgetünk egy egészen rövidet, de száguldozunk tovább, mert van egy játékunk a Facebookon. Így van, természetesen van egy játékunk a Facebookon, nagyon jól megy a Feri. Azért mondtam, hogy mondd a kérdést. Igen, mondom. Mert... A kérdés az majd fönn lesz a Facebookon, azt elolvashatják ott. Én csak egy eredményt mondom, egy dedikált Tankcsapda CD, illetve egy Morning Show ajándékcsomag. Hogyha valakit esetleg érdekel, akkor az látogasson el a Facebook oldalunkra. Nincsen időnk, nem tudok már beszélni a Nemzeti Várprogramról? Nem, köszönjük szépen, sajnos a nap hallgatóját kell hívjuk. Holnap reggel 6-tól őrületes hallgatottságunk van, akkor nyomhatod a Nemzeti Várprogramot. Úgyhogy nincs itt a Balázs, akkor rögtön betolod. Ja, persze, így van. Hétvégén lesz, hiszem, még Komárom-Komárnó futóverseny, és a Feri is fog futni szerintem, ő is ott Balatonon valahol, jól emlékszem, azt is nézzük a Ferinek. Csabi, nincs egy koncert. Csabi, esetleg valami elkötelezettséggel keresztúran. Szabad hétvégém lesz, május 1-e. Igen? Persze. Családdal töltöm. Nincs hakni. Most nincs, most családozom. Ezek sem régi május 1-ek már, mikor még 3 koncert. Volt olyan is. Nem, gyere, Juli, megmutatok. Au, szevasz, Somogyi. Itt a Morning Show. Igen, azt kellett volna mondani, Morning Show, Somogyi. Morning Show. És most lenne egy ajándékcsomagod. Sajnálhatod pedig, mert ugye te lettél volna a nap hallgatója, illetve az így is vagy, de az ajándékcsomagunk nem jár. Viszont azt azért gyorsan elmondom, gyere, Juli, megmutatom a szénhidrát csökkentett jépámat, update-oljunk egy kicsit, ez volt a te hozzászólásod, amivel kiérdemelted a nap hallgatója címet. Ugye Julinak volt az az álma, hogy ott áll Sóbert Norbi, anyaszült mesztelenül előtte. Köszönjük. Mit csináltál? Honnan hűz bennünket? Melóban vagy? Melóban vagyok, állattenyésztés. Szép szakma. Köszönjük, szevasz! Én köszönöm. Hello. Szia, szép napot! Csabi, csak annyi időnk van, hogy egy rövid ajánlást tegyél a Kívánság műsorból. Imádják. Egyszerűen imádják. A Kívánság műsor? Azt is, de azon belül Alan Walker dalát. Őt még nem ismeritek, de majd ismerkedni fogtok vele. Több mint 200 millió szor megnézték már ennek a dalnak a klipjét a neten. Fade It. Minek nem hittek a szemüknek, vagy a fülüknek? Látványban is, de jó dal, hallgassátok meg. Köszönjük szépen. 061-555-5500 ez a telefonszám, mi pedig holnap reggel 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Csak! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.